Egyenesen az önként vállalt házi karanténból. A rádió egy összes frekvenciáján élőben a Home Office császárai. Aki az önkéntes karantén óta már csak a kerti homokvárat látogatja. Vadon Jani! A Velencei tó önkéntes megfigyelője. Rákóczi Feri! Aki újra divatba hozta a házi videóteniszt. Sebestyén Out Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 13 perccel itt vagyunk újra. Szerdán jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello! Hello Bello! Jó reggelt kívánunk. János. Lőrinc, jelentkezz. Lőrinc, mi a baj? Lőrinc, tudósíts. Haló? Megtámadták magukat? SOS, mi történt? Add le a vészjelzést. Mi lehet a probléma? Nincs a kezeddel a kamerába, a ballal kettőt. Küldj valami jelet. Abban az esetben, hogyha de. Ha nem, akkor a jobban legyél olyan kedves. Ripli, Ripli, jelentkezz. Nostromo, Nostromo. Jó reggel. Na jó reggel. Nostromo megvan. Nostromo, Nostripli. Adj életjelet. Mi a helyzet? Megoldódott a technikai probléma? Nem volt technikai probléma. Semmi. Ja? Nem szólaltál meg, aztán azt hittük, hogy van valami. Ja, nem. Csak valamiért. Hogy hívják? Nem is látlak. Hát, te látsz? Téged látlak, igen. A Balázs nem látlak. Megvagy, most már megvagy. Ja. Lemerültem. Na. Lemerültem, gyerekek, úgyhogy mindjárt lesz. Egész éjszakai telefonhasználat miatt. Én nem tudom, nekem éjszaka, én nem teszem soha magam éjszaka töltőre, és mindig reggel jövök rá, hogy 3% vagyok. Egyrészt hálát adok a sorsnak, hogy megszólalt az ébresztő, ugye? És aztán innentől kezdve. Igen. Próbálom. Próbálom valahogy összekalapálni, hogy legyen energia a telefonomban. Úgyhogy én nem töltöm éjszaka soha. Nem szeretem, ha töltöm van a telefonom éjszaka. Most minden töltőre tettem. Amúgy is töltőn szokott lenni így minden. Most is azon van. Ráadásul jönnek, aztán elkezdik nézegetni a villanyórákat. Ez a bővítés, talán beszéltem róla valamikor adásban. Kettő hónap után, nem is ez a lényeg. Van. Csak az a baj, hogy ez egy ilyen eléggé komplex összehangolt művelet, mert jönnek a szolgáltatótól is, meg jön egy alvállalkozó is, és akkor itt lesznek majd 4-en vagy 6-an, és kaptam időpontot is, 8-tól 12-ig. Na most erről egy 4 órás intervallumot, erről egyszerűen nem tudnak leszokni. Most 4 órás időintervallum. Nem fenyeget az a veszély, hogy nem vagy otthon. Most talán egy kicsit könnyebb ezt elviselni, igen, nem? Igen, csak ugyanakkor meg nekem 10-ig kell az áram az adáshoz. Ugye? Ugye? És nem tudod azt, hogy egy sürgős munkavégzés miatt lejönnének 10 után, kérem. Igen, egy gyorsan le tudnak venni és visszatenni ezt a villanyórát, illetve amit kell kicserélni, illetve átalakítani, hogy utána a következő megszólalásban megint legyen wifim. Hát igen, érted? Azt mondjuk, igen. Mert ugye a laptopról elmegy egy darabig a technika, de addig elketyeksz vele, igen, elketyeksz. A wifihez ahhoz kell egy kis áram. Hát átállsz izére, átállsz 4G-re. Tényleg átalakul, igen. Igen, vagy nem tudom. Nehéz, de ha belegondolsz, pár évvel ezelőtt, még 10 évvel ezelőtt az volt, hogy majd megyünk. És akkor valamikor vártad, hogy majd jönnek, ekkor találtál egy cetlit a postaládádban, hogy kedves ügyfelünk, megkerestük, itt voltunk, igen, maga nem tartozott otthon. Nem találtuk otthon. Igen, tehát nem jövünk többet. 5 évvel ezelőtt már az volt, hogy vagy kedden, vagy csütörtökön kimegyünk magukhoz, akkor nem tudtak jönni, és most már ott tartunk, hogy megmondják, hogy szerdán reggel 8 és dél között vagyunk ott. Azért ez egy fejlődés. Ez mindenképpen. Tehát, hogy így tényleg arról van szó, hogy ugye egy pár hónappal ezelőtt, már senki nem emlékszik rá, ezért merem még egyszer elmondani, ugye vettünk egy sütőlapot, illetve egy új sütőt, amit nem tudtunk beszereltetni, mert hogy sajnos a kapacitás nem volt megfelelő. És akkor elindítottunk egy folyamatot, megkerestem egy alvállalkozót, megkerestem az elműt, ők is kapcsolatba léptek egymással, beadtam egy kérelmet, befizettem 123 000 forintot, és vártam. Ez volt 2 hónappal ezelőtt. És akkor most értek a dolgok, de még nem vagyunk a végén. Hát most még csak megcsinálják a bővítést. Most csak megkaptam a 8-tól 12-ig, eljönnek majd, és akkor egy fáziszteruzával gondolom a két ujjuk között játszadozva azt mondják, hogy ajjajjajjajjajjajjajj. Kicsi lesz ez a domoz, János. Vésni kell, bontani kell.
Na ez az, amitől egyébként rettegek. Igen, hát az a baj, hogy két opció közül választhatunk, így vázolták nekem, van egy egyszerűbb és egy kevésbé egyszerű. A kevésbé egyszerűnél megbontják a háznak a szigetelését. Mert hogy nagyobb doboz kell betenni. Ja, nem, hogy mert fővezetéket is lehet, hogy kell cserélni. Hát egy picit kellemetlen csak. Lavor kell, majd szerezzél be lavort, ha esetleg beesik az eső, az mindenképpen. Ha, igen, meg. Igen. És most egyébként egy nagyon picit nevetnék is. De hogy abba gondolok bele, hogy megbontják a háznak a szigetelését, és ezt hogy fogjuk visszapucolni a főhomlokzaton, hogyha ott eltávolítanak egy kevés kőzetgyapotot, utána azt vissza. A pucolással még nincs baj, János, aha, megnyugtatlak. Tehát az a része, igen, még oké. Tudod, aha, hol fogsz elvérezni? Nem tudod ugyanolyan színűre megcsinálni pontosan a bontot. Erről, pontosan, tehát pontosan ezzel tisztább vagyok. Nincs olyan, hogy ugyanazt a szint tudnám bárki is reprodukálni. Amit egyébként 16 évvel ezelőtt az egész háznak akkor. Ja, tényleg átfestettem az egész házat. És minden megold a dolog. Üveggyapot. Érted? Üveggyapot. Azt kell oda tenni. Üveggyapot. Az szigetel. Nem enged be semmit. Egy pici üveggyapot, egy pici alufólia. De jó, igen, mindezt egy sütőlap miatt. Vagy sütő meg egy főzőlap miatt, így van. Így van, tehát kellett nektek új főzőlapot venni. Hát nem, harcoskodunkról. Hát senki már pisztolyal a fejed mellett vegyél. Múltkor a drága slag, most meg ezek a na. Francoltak itt főzőlappal, érted? Indukciós. Mondtuk mi, hogy vegyél, nem mondtuk. Jó lett nektek volna a gázrezsó, érted? Nem lenne semmi baj, de hát ti most itt már be... Most egy picit szaporább itt a melkasomban a kattogás. Kicsit úgy érzem, hogy be vagyok feszülve. Lehet, hogy tök könnyen átmész az egész, Jani, ne parázz. Kezdjük itt, jó? És de majd az a baj, hogy nem, annyira nem akart senki nyugtatni, tehát hogy, tehát, hogy én olyan szívesen megnyugodnék, de senki. Nem. Sem az elmű, helyzetek erről, sem az... Jó, tudod. Ti, tehát, hogy nyugtatnálak, de sokan itt hogy a te házadat bontogatni. Hát ezt mondtam, hát persze, jó ízűen szórakoznátok, úgyhogy mi is ezt tudjuk tegyen felébe, hogy ez egy jó ízűen szórakozunk. Én is benne lennék a bulatságban. Semmiben részvétet nem mutatnátok irányomba se, úgyhogy de se várhatsz el túl sokat, mert igazából én se kapnék, hanem hangosan nevettél a kacagnátok, hogy mit kell csinálni a házzal, meg a homlokzattal. Csak nem te fogod hallgatni majd olyan másfél-két méteres távolságból azt mondjuk, hogy úgyhogy most picit be vagyok csokizva. Ne, jó lesz az. Hát jó, úgy is akartad festeni is a házat, nem? Persze, lefeszted az egész házat. Hát ez már nem akkora kunst. Mögé 15-20 év múlva újra festenéd. Hát most kicsit előrébb hozod. Na, kikevertetsz egy szép narancssárgát, valami jó színű, sötét narancssárgát, egy kis citromsárgával, zölddel, és akkor megfested már az állat, amit szerettél volna. Vagy valami ilyen kúszónövényt fölfuttatunk arra a kis széles csíkra, ami a tetszik. Az meg a másik. Már be van takarva, vagy na. Vagy fából csinálsz egy ilyen kis takaró valamit oda, érted? Olyan, mintha egy ilyen nagy ablak lenne a semmibe. Vagy felbetonozzuk. Vagy az is azt jó. Azt is szeretik a mesterek. Van ez a babér, ez a futónövény, ez gyorsan befussa. Igen, tényleg babér. Hamar befussa a lyukat. Az jó, és hát ráadásul bármikor, amikor egy jó krumpli főzőléket akarunk csinálni. Így van, akkor mi lesz a ház oldaláról. Ez nagyon gyorsan, nagyon agresszív, úgyhogy... Sima liba. Úgyhogy ezt megcsinálod, jó lesz az. Mindenki a szárított babérral arcoskodik. Neked lesz friss babérod, hello. Ha? Hát hogyne, hát jöhetnek majd hozzám. Viszont én leszek a legnagyobb viszonteladó. Érted? A babér király. Csak érted, csak így fölhívlak egy csütörtök délután, hogy János, holnap reggelre tudsz hozni három friss babér levelet, és te Dom hozol. Babér. Na? Hát Dom csak babér, jó. A lőrinci babér király. Tonna számra tudom majd exportálni, importálni. Na jó, úgyhogy, na. Hát az a baj, hogy bevonzod. Bevonzod már ezzel mit? Ezt, hogy az, hogy ideges vagy, hogy izgulsz, és ilyenkor csőstüljön a baj. Csőstüljön a baj, majd azt is fogják mondani, hogy alatta a hálót, mikor megbontották, hogy az egész frontfalon az egy rakat kaki, ki kell cserélni. Ott fog állni a mester, és azt mondja, nézze csak János, és tudod, így meghúzza kézzel, és látod, hogy végig reped a fal a gerendája. Mutatom, igen, mutatom. 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 Tényleg láttatok már olyan mestert, aki dicséri a másik szakmába tartozó mesternek a munkáját? Nem, de a saját szakmájában lévőt se. Tehát aki előtte dolgozott,
az mi most itt a kisház felújítást csináljuk, hát a mindennapos káanyád az összesnek, már hogy ők mondják arra, hogy na, hát most Ferike, gyere nézed már, mászál csak ide föl, mászál már ide föl, nézzél be ide a érzék közé meg, na, te ezt így csináltad volna? Hát érted, itt senki nem csinálja, na, ezek meg így csinálták, most ezzel nekem kell szívni. Ez hallgatod egész van egy, nap. De van egy nagyon jó, ezt viszonylag kevésén alkalmazzák, de higgyel, ez a 21. század technikája, wifi gázról. Gázüzemű wifi. Hogy? De csak tudod, valami jókos ötlet. Esetemben akár a gázüzemű wifi megoldás lehet. Hát vagy egy palackot raksz a rezsó mellé. De nagy vagy. Tényleg. Nem kell bevezetni. Egy jó propán után. Elugrok ide a molkutra, aztán nekem van a grillsütő mellett. Leugrasz, hozol egyet. Rakod, aztán rezsóról sütszik. Berendelek egyet itt a túra áruházból, vagy pedig tényleg kiugrok a kútra. Hát nem, nagyot vegyél akkor. Hát a nagyot? Kicsi az hamper, a kicsi az hamar. Eleve nem szeretek, ilyen apróságokkal. Igen, mert a kicsi az, a kis gázpalack az nagyon hamar elfogy. A nagy, és akkor hetente egyszer, vagy két hetente egyszer elbringázol a kútra nem keresztbe. Rossz. Keresztbe fektetett gázpalackkal a csomagtartón. Ha? Működik az. Meg emlékszem, hogy várjál csak, hogy 15 évvel ezelőtt még nem félretettük a Suzuki Altónknak az aksiját. Arról is mehetne, nem? Persze. Jó lesz az. Jó lesz az, szép lesz majd valamikor, biztos meg. Igen. Jaj. Nem tudom, fél, hogy vagytok el, én rettegek minden ilyen átalakítástól meg. De miért? Azért de egyébként meg ennyire nem szabadna. Szóval, hogy értem, de azért ez megint... Hát a sok jó tapasztalat, gondolom. De hát ez nem kell izé szívinfarktus kapni. Ez csak egy ház. Hát megfúrják, beszigetelik, lefestik. A sok jó tapasztalat. Jó, hát van parkettázás, parkettázó mesterek megjöttek. Kész voltak már kettő óra után leszórták ugye a hálószobákba a parkettát. Egy doboz megmaradt. Nem értettük, hogy miért maradt meg egy doboz. Kiderült, hogy ők faltól falig szórták le szépen. Csak amikor a falnál elfogyott, akkor kezdték a következőt. És szépen. Legközelebb, amikor jöttek a parkettások, egy másik parkettás cég, akikkel valamiért jobban ki voltam békülve, benéztek a szobába, és azzal kezdték, hogy hát ez a szakember csinálta. gyönyörű, tehát, hogy itt, szép lett egyébként, mert sok szőnyeget raktunk be, így elég mutatós. Eltakartuk azokat a helyeket, amelyek látszanak. Mert sokat takar. Na, hát szóval az is nagyon szépen sikerült, vagy a Lékond is, aki mondta, hogy ő kívülről szereti a kábelt, nem belülről. Nem lett volna érdemes megkérdezni engem is, hogy én hogy szeretem, hogy belül legyen az a vezeték, vagy kívül legyen az a vezeték, mert hogy mégiscsak az én házam illa. De ő nem, ő kívülről szeret. Hát jó, akkor mondom. Ő így tudja megcsinálni. Akkor így alakult ez, van, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Megérkezett az évezred ötlete, olajos hordó a konyha közepére, azt lehet űzni a gasztronómiát, írja Barnabás. Így van, melegedtek is a kis kezecskédet, ott forgatod rajta a kis tofudat, megforgatod nyársad. Éjjel nappal barbecue. Ízik a tűz, meg a barbecue. Fűtésnek is jó. Ez óriás menőség. Figyelj, ezek után reflektorra pásztázhatod a leszálló felé egy gépeket, mert arra gondolj, hogy leg lesz az új villanyórád, elvakíthatod mindegyik EasyJet és Wizz Air pilótát kedvedre, a háztetőre szerelt kettő darab reflektorral, amivel Batman jelet, meg fénysugarat rajzolsz majd viccből a Lőrinc égre, úgyhogy szép lesz az. Kicsit húrnak, faragnak a mesterek, hát most mondjad nekem. Hát bármit rá tudsz kötni. Itt egy lyukacska, ott egy lyukacska, hamar megvan, az jön a nullás tápkábel, áthúzza rajta. Hamar meg vagyunk mesterem, ne aggódjon főnököm. Ne aggódjon főnököm, hamar meg vagyunk ezzel, nem lesz ebbi baj. És már át is fúrt egy vízcsövet. De jó, tartsátok csak bennem a lelket között. Nem gond. Jó, nem mondta főnök, olyan nem mondta, hogy itt valami várt húz ez a vezeték. 8-tól 12-ig voltok, azt mennyi az idő? 12 lesz 5 perc. Benne vagyunk. És úgy hagyják, mert 12-kor már új címük van. Tehát úgy hagyják neked, bontva, nem átszerelve. De lehet, hogy főnököm, majd utána majd jövünk valakit, küldünk valakit. Így van. Főnököm, áram van, a többi nem a mi dolgunk. Az ott hagynak. És este jeges északi szél, szakadó eső. Érkezik, hideg front, hazánk van. És ott állsz majd egy laborral. A kétségbe esett vödörrel a kezed, 10 perzites vödörrel a kezedben. Kettő darab laborral, mivel este a kis lábocskádat szoktad áztatni, az most elmarad, mert az is főkönyv fogja az esővizet. És hallod, hogy csepereg az eső éjszaka a laborban. Jó lesz az. Nem izgulnék. Tényleg nem. Mondom, átfested az egész házat. Na most milyen színű az a ház?
mit tudom én, most így kívülről. Hát egy ilyen, ilyen krémes, krémes? Sárgás színe van. Aha, nem tudom meghatározni. A pisztácia zöld tök jól takarja. Így van. Csak a dobo... Micsoda? Pisztácia zöld? Pisztácia zöld, az nagyon klassz. Az nem rossz, a pisztácia zöld. Ráadásul szeretem a pisztáciát. Na látod. Fagyiba? Igen. Mert az a lényeg, hogy kicsit sötétebbet válasz, hogy mindent jól takarjon. Nem mindegy, hát meglátja. Figyeljetek, lehet, hogy ez az egész felülje mindent. Tehát minden korábbi tapasztalatomat, és egy csodálatos diadalmenet lesz. Ide jönnek, és így csúgy, pikpak, megcsinálják az egészet, és nincsen vele gond. Nem, ez nem te vagy. Tudod, hogy nem így lesz. De ezt a lelked mélyen te is tudod, hogy nem így lesz. Tudod, hogy még fél egykor ott fognak állni, vakarni a fejüket. Te már nagyon kétségbeesett. Nem fél egykor egész nap. Nőni fog, csak nőni fog. Köszönöm. Tudtam, ha valakire számíthatok, akkor. Tudod, hát te egyszer. Köszönöm szépen a kocsolás. Egy kis a lelki segédszolgálat. Igen, de most az van, hogy ma már nem tudnak kijönni, majd rácsörögnek. A Sebestyén Rákóczi BT-re lelki segédszolgálat, beteti társaságban mindig lehet használni. Tudod, akár így is lehet. Ne, de. És akkor... Fejezd be a mondatot, mint a magyar nyelvtanban a gyerek feladatnak. Fejezd be a mondatot. Akár így is lehetne, de... Hogyan fejeznéd be ezt a mondatot? Sajnos ezt most nem tudjuk megoldani. Igen. Adj három verziót, hogyan fejeznéd be a mai elmű szerelés után Jani szerelőjének a szájából elhangzott mondatot. Nagyon sajnáljuk, de... Írjatok három alternatívát. Igen. Vagy mindenki írjon egyet. Mi lesz ma, aki beletalál, kap egy ajándékcsomagot? Kedves Vadon úr, nagyon szeretjük a műsorát. Az van viszont. Nem. Kedves Vadon úr, nagyon szeretjük Sebestyén Balázs műsorát. Igen. János, kedves János, ezt lehet, hogy önnek eddig nem mondták, de van egy kis aprócska baj. A gond az, hogy fejezd be a mondatot. Fél hét van, pontosan lehet jelentkezni játékra. Jó, írjatok nekünk, ha játszanátok, ha van közlekedésére, azt is küldjetek el, és jöhetnek a mondatok is. Mit hallunk ma a munkások szájából? Jó, fél hét van, jelentkezzetek játékra, jövünk mindjárt. Itt vagyunk a hírek után. Sose kezdjél lakásfelújításba. 3-4 hét van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Annak eddig is megvoltál. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Hamarabb is szólhattál volna. Velünk kellett volna kezdeni. Kárültöket. Igen, de már jönnek a mondatok, hogy hogyan fejeznéd be. Kedves Vandon úr, nagyon szeretjük a műsorát, de János, minden reggel hallgatjuk. Nem, a te műsorodat. A rossz hír viszont az, hogy ugye ezek voltak a kezdő mondatok, mert hogy Jani ma belevágott egy elműs felújításba, és lehet, hogy meg kell fúrni a háznak a fő kimenetelét, vagy burkolatát, vagy külső... Igen, de ne szakbarkodjunk, mert valami nem jól fogalmazunk meg, abban a pillanatban az egész szakma ránk ugrik. Hát jó, valamit meg kell fúrni, nem akar. Valahol lesz egy lyuk, ahol nem akarod, hogy lyuk legyen. És a mondat az úgy hangzott, és hogy kedves János, nagyon szeretjük, viszont jöjjön mutatni, szeretnénk magának valamit. Én már... Figyelj, ebből tudok 16 variációt. Igen. János, köszönjük a kávét, nagyon finom volt a pogácsa, és amit a kedves felesége csinált, viszont jöjjön velünk egy picit, mert ezt látnia kell. És akkor azt az aláírást Balázsnak, vagy a bástól a gyereknek eltudnájt, akkor igen, jó, köszönjük. Meg a bögrét is, amit ígért. Meg a bögrét a Rákóczi úrra. A következő mondat. Mindenre fel voltunk készülve, de arra, amit itt találtunk, arra nem. Jönne egy pillanatra, Vadon úr? Lajos úr, legyen kedves. Lajos úr, legyen kedves. Azt hittük, ez egy 5 perces munka lesz. Biztos, hogy nem. Tudunk egyeztetni egy új időpontot? Igen, azt tudja, hogy a vegetáriánus ős indián szó azt jelenti rossz vadász. Na, akkor mutatom, mi a praj. Igen. Na, de már jöttek egyébként folytatni, hogy hogyan tudnánk folytatni, igen. Sajnáljuk, Vadon úr, de a padlófűzést úgy tudtuk megoldani, a csövekben, amiben kering a víz, ez kívülről került a parkettára, de megoldottuk, hogy csíkba legyen, befújtuk púrhabbal, az minden jó. Szőnyeget tetszik rá venni, az elsakarja. Vadon úr, van egy kis problémánk. Úgy tűnik, ez az óra meg lett piszkálva. Amíg bevisszük a mérőlaborba ezt bizonyítani, addig nézze csak ezt a hivatalos plombát, rárakom, legyen szíves, ne piszkálja, addig sajnos nem lesz áram, de gyorsan megszoktak vele lenni, körülbelül egy hét. Maga nem az a Lajos? Ez a óra piszkálós Lajos? Igen. Maga az a trombitás? Nem? Ja, nem. Igen. Kedves Vadon úr, minden rendben, megyek, csak kell pár speciális műanyag kábel tartó. Ennek 8000 darabja, de én szerzek 6000-ért. 30 darab kell. Után gyártod, de pont olyan jó, mint a gyári. Igen. Na, a lyuk az megvan, kedves Vadon úr, az meg jól sikerült. Csak a fal túloldalán, az a Rembrandt, na, az nem érte túl. A Rembrandt. A Rembrandt. Nem érte túl a Rembrandt. Egy kis rübli.
Higgyel van, úr, ezért rutin munka szokott lenni, de ilyen gyorsan egy egész hálózatot leolvadni még életemben nem látom. Nézd már, ég a ház! Sanyi, nem szúrtad át a nullás tápkábel? Van, csináltam, ilyen gyorsan ez nem tud leolvadni. Mit csináltam? Mit fúrtál meg? Mutasd. Ugyanezt mondták nekem is a mesterre, kedves Vadon úr, egy ilyen munkánál, ez benne van a pakliban. De sikültem nekünk. Köszi. Igen. Kedves Vadon úr, nincs semmi különös probléma, de most megyünk Paksra a kosaras autóért. Jó, ide jók vagytok, de tényleg. Ide nagyobb szerszámkő, Vadon úr. Igen, kedves Vadon úr, Balázsra való tekintettel akár egy héten belül is végezhetünk. Gyere ki Balázsos pólóba, hát ha levetetik rólad és elviszik, és akkor mit, mondd meg, hogy mindent megteszel. Ha kell, most lekapod a pólódat és odaadod sem. Valamit csinálj. Sajnáljuk, Vadon úr, de a sok fúrástól leomlott és leszakadt, be kell menni a polgár Jenő hivatalba. Igen. Na jó van, hát már úgyis tudósítasz, ha esetleg 8-kor megjönnek, akkor már 10-kor tudni fogjuk. Nem fogjuk tudni, hiszen nem lesz áram. Igen, nem lesz áram. Tehát 9-kor, amikor Feri pont koronatesztre megy, akkor meg lemerülsz. Eltűnsz. Hallunk egy hangot, a következő pillanatban átfúrják az áramot. A wifi semmi, minden letérdel. Na, Feri, te még ma mész koronatesztre. Ó, bizony, bizony. Már most fölkészültem. Tegnap elmentem fodrászhoz, mondom. Hát ez mégis csak egy nagy csak legyelent. Mondani is egyébként, hogy na. Leduradtam. Megnyírattam a szám, mert én úgy voltam vele, ezzel azt mondtam nektek, ahogy itthon maradtunk, mondom, akkor én ezt itt abba is hagyom, ilyen fodrászkodás, meg szakállágás. Akkor, ahogy Jani mondta, egy ilyen Kossuth Lajos Bud Spencer szerelem gyereke voltam. Ugye Bud Spencertől az alakomat kölcsönöztem, csak neki volt alatta izom. De már mondom, mégiscsak a fővárosban megyek egy ilyen koronavírus tesztre, akkor rendbe tettem magam, úgyhogy tegnap elmentem a Bugyihoz. Bugyi ő fiú egyébként, és nagyszerű férfi fodrász. Kiültünk social distance-ot, vagy distance-ot tartva a kertbe, közöttünk voltak a pálinkás üvegek, és mondtam, hogy inkább előbb vágjuk, aztán kezdjünk el inni, mert akkor csak baj lesz belőle. És várjuk meg, amíg eláll a szél, mert a szomszédban éppen kint ebédelnek. És ne fújja oda nem bele. Nem biztos, hogy örülnének az arancsárga húslevesben hajszálnak. Ősz szakáldaraboknak. Megnyiratkoztam, megigazítottam a szakállamat, kikészítettem ma a tiszta ruhámat, és Balázs, ahogy te mondtad tegnap, hogy tökre igazad van, hogy ünnep van, hogy farmert veszel fel. Ugye? Hogy, hát, hogy már csak azt ér... Van, mert én ma téli gumit cserélek, te a koronateszre mész, már ünneplünk, már öltönybe megyünk. Na, hát itt mind a hármunknak nagy napja lesz. Igen, kinek mi jutott. Igen. Úgyhogy reggel korábban keltem egy kicsit, hogy beleférjek a 4 órás kávézásba. Jöztem, hogy megnézsz, hogy beleférsz a farmerodon. De az bele, én te fi, csak mondom, hogy én fogytam a karantén alatt. Belefogytál. Belefogytam a karanténba a gyerekekkel való együttlétbe, ez már hosszú nekünk is, és fölkeltem korábban, hogy 5-kor meg tudja kávézni, 4 óra kell, ugye 4 órán keresztül nem lehet semmit enni, inni, aludni, és akkor 9-kor ott fogok állni. Hú, kemény. Az áthajtásin. Mondom már, amikor először ránéztem a kameraképre, láttam, hogy valami változott, először azt hittem, hogy végre lepókálóztátok azt a sarkotot mögötted, de nem az ugyanolyan. Ezek szerint, ezek szerint teljesen másról van szó. Hát ez komoly. Nagyon készülök. A regisztrációs QR kódomat előkészítettem. Azt mutogassad. Azt kell mutogatni nekik, úgyhogy minden oké. Nem ettél, nem ittál, nem csaltál? Nem, reggel 5-kor mondom, hogy fölkeltem korábban, hogy azért kávémat meg tudja inni, az lement, és itt száraz torokkal fogok oda menni. Ez most ez a fél pár száraz kolbász, ez nem evés. Na most hát szok, ez semmi. Most egy falat hideg lecsó, amit lenyomtál, most egy pici abátszalonnával, egy nagyon pici szívgyógyszert, nem? Egy nagyon pici fél serszti zsíros kenyérrel, hát most azért álljon már meg a világ, hát azért ez nem a világ vége. Hát azt csak érted, az a piszkáljuk a fogunkat. Most egy kicsit ott kitunkoltat a tegnapi pörköltet egy pici serszlivel, hát azért na, hát azért most azért. Új kígyós embernek a pisztolyás, az mi? Semmi. Hát az nem reggeli. Az sem, azt mondtam, hogy tisztelt semmi. Hát most, nem is ettem. Na, kenyeret nem is ettél hozzá. Bevágta egy nagyon finom, nagyon az a gyors hemendexet, tehát azért senki ne vesse a szemedre, hogy még egy már nem tud, elájulsz az autópályán, érted, megkész. Volt az én gyors tojásból volt. Érted, amúgy is már megroblott volna. Na, kilógolt a zsírból, nem fele. Meg le kellett vágni. Az volt az a fél kiló sonka, ami alá került. Hát azt állunk vidéken. Na, azt hiszem, hogy ott volt mellett ez a kis libatepertő, akkor már, na, csak elrobogtattam. Csak erről bokrattam egy keveset, egy negyed kilót belül. Még a 9 órát, felszippancsa azt a szervezetet, egy pillanatot felszippancsa. Nyomot sem maradni, hogy csak kis gyomrocskát felszippancsa azt a kis serszit azzal a kis tepertővel hamarjában. Na persze, mert ráadásul, hogyha még lefújtod egy jó szendvicsel valamelyik úton,
Hát hosszú az út Budapesti, csak megéhezik az ember. Ne viccelődj már. Kérem szépen. Na most miért azt mondják, hogy ez a koronavírus, ez erős, ez fertőz. Hát most az a kis libazsír csak nem folytja le. Ugye? Hát most értem. Hát az ott van, akkor ott van. Hát miközben az egyik a tüdő, nem? Másik meg a gyomor. Így van, megkebeteged. Az egy kis szalonka azért nem fogja azt lenyomni, ez nem fogja azt elszakarítani onnan egy kis abát szalonka, nem fogja azt onnan elvezetni. Nem vagy orvos, de azért hülye se. Na, engem nem fognak megvezetni azzal, hogy nem értek, nem ijatok. Haló? Hát most itt borckodnak már. Nem. Tudják már, hogy azért hol álljuk. Na jó van, akkor 9-kor tudósítunk, hogy hogy zajlik egy ilyen teszt, ezt megnézzük, kíváncsiak vagyunk, hogy maszkot, szkafanderes emberek, sehol senki, te oda mész, lenyomod a pácikát a torkodon, leadod a mintát, nem találkozol senkivel. Űrlényszerű beöltözött emberek jönnek, mennek melletted majd. Én nagyon arra számítok, hogy van a hátukon ilyen jó permetező, amivel gyorsan fertőtlenítik az autót. Én meg arra számítok, hogy a kutyával nem fogsz találkozni, csak valaki támasztja az állát ott, és kilök valami egységcsomagot. Maga mit akarít? Legombol gyorsan 38 plusz áfával, azután hívnak egy óra, hogy sajnos nem sikerült, ezt meg kell ismételni, de ez már csak 22 plusz áfa lesz. Neked kell megcsinálni a tesztet saját azt tudom, magadnak. Tudom, hát az saját persze. Magadat kell torkon szúrni majd, úgyhogy azt mondom, hogy ez torkon szúrni. Megmély torkozhatod magad. Hát most gondolom, végre. Megnézheted, hogy milyen ez a mély torkos történet. És akkor végül is a gyors tesztet választottad? Nem, egy hagyományos klasszikust. Klasszikust 26.009, és hogyha elsőbségét akarsz, az 36.000. Mennyi időt van meg az eredmény? Hát 72 órát írnak. Ez jó. Hát de majd rákacsintok, hogy ugye tudja, hogy ez műsorban van. Lesz tudja, hogy ez, ha jó hír mondhatja. Ha... Ne kacsingat sem felé, szerintem meg. Ha jó hír mondhassa, ha rossz hír, az a lelet tűnjön el. Nem hiszem, hogy ezt celebesket, azt egy hét múlva se kapod meg. Igen, soha az életben. Arcoskodunk, akkor na. Na játszunk egyet. Utéspólót kikészítetted? Persze. Ott van az utéspóló, ugye? Csak jó, az na. Újpest. Ja, igen, majd biztos a pálya alá kell menni, igen. Alfa bírni fogja ennyi állás után? Kérdezik, hát hallgató. Szerintem azt megoldjuk, igen? Persze. Van mit a kábelet, az... hogy be kell röfenteni? Azért legyél már beindítottam azt, hát tegnap biztonsági indítást tartottunk, ellenőriztük a benzinszintet. Azért szerintem gyorsan menni a Feri, ilyenkor, mert hogy tudod, mert a két reflektort a menetcél tartja a helyén. Szemből. Az, így nyilván. Jó, van, azért volt próbaindítás, én megnyugodtam. Rábikkantottál, beindult az életed, nehogy ott 9-kor lájárni. Nincsen próbaindítás, mert alapjáraton van a kocsi 3 napja, nehogy már leáll, nem tudja beindítani. Nehogy leálljon mi. Írja valaki, ma lesz a napja, hogy a Balázs egyedül marad a műsorban. Igen, Jani, 9-kor egy ilyen. És azt akartam még mondani, hogy... Na. Én 9-kor elindulok. Jani. És egykor jött a suszpó, és... Feri meg 9-kor jó ötlet volt, be torkon szúrni magam. Feri, halló, srácok! Kedves hallgatók, az egyiket átfúrták a nullást, a másik torkon szúrta magát egy gégecsővel. Nagyon vidám ez a műsor. Egy üres parkolóban, egy 66-os izzó fényénél fuldoklik egy pálcával az orrában, és sehol senki. És igazából senki nincs, csak életet ment, sem, mert lélek nincsen a grupam a stadion. És az ablak mögül, ahol megkapta az egységcsomagot, csak egy táblára kirakra rögtön jövök. Igen, szarni mentem mindjárt itt. Feri meg torkoztulja magát egy lándzsával, érted? Na jó, van, gyorsan játszunk egyet. Zsombikám, jó reggelt kívánunk neked. Hello, Zsombi. Hát te nem is most nézem, hogy te milyen fiatal vagy. Zsombikám, hány éves vagy? 13 éves vagyok. 13 éves. És hogy ilyen fiatalon jelentkeztél a játékra, Zsombikám. Nem félsz? Hát, nagyon izgulok végül, de nagyon régóta hallgatlak titeket, és úgy éreztem, hogy most be kell telefonálni. Te na izgulsz, nálunk villanyóra cserélni. Tudnád bizony, hogy Janinál értem meg Ferinnél. Zsombikám, kivel szeretné játszani? Én vele szeretnék, Balázs, azt mondták, hogy üdvözlök vele, lenni a vadra, úgyhogy tudod. Hát az, mert bárki mondta tévedet, mert nem vagyok túl nagy vagy, nem játszom túlságosan jól. De Zsombikám, örülünk, hogy jelentkeztél, mindig örülünk, ha gyerek jelentkezik. A pár azt mondják, hogy mi direkt gyereket választunk, de mi jönne, nem foglalkozunk ezzel, örülünk, ha gyerekek akarnak velünk játszani. Mehetünk, Zsombi? Persze. Na menjünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Zsombikám, hogy? Itt vagyok, te itt vagy? Hallasz? Itt vagyok, én is. Jó van. Hogy telik a karantén, Zsombikám? Tanulsz rendesen? Mesélj egy kicsit. Mit csinálsz egy nap? Tanulok. Nagyon jól megy. Jó, bejelzom. Dolgozatot írtál már? Írtam már dolgozatot.
Segítettek a szülők? Volt melletted segítség? Valaki odaült melléd? Hát, péntek. Péntek? Van egy péntek a családban? Van, hol tartjátok a szekrényben? És néha előjön takarítani. Zsombikám, melyik tantár megy a legjobban? Tesi. És van? A német nagyon jól megy. A német nagyon jól megy. Tanulsz németet. És tesiből milyen feladataid vannak? Vagy mit kell csinálni? Adnak házit tesiből is? Adnak, sajnos. És akkor föl kell venned és el kell küldened a tesi tanának? Igen. Ó, de kár érte, Zsombi! Hát Zsombi, hát már olyan szépen hittem, játszottál. Hogy... Azt hittem, már sosem mondott ki Zsombikám. Ó, de kár. Ügyes voltál. Egészen a végéig, ahol mindent elrontottál. Áj, Zsombikám. Én már hallottam egy nemet egyébként a német előtt, de aztán lehet, hogy csak én hallottam rosszul. Ez német volt, nemet. Ja, hogy nem nemet, igen. Nemet. Nem nemet hallottál, német. Német. Zsombikám, tök ügyes voltál sokáig. Tényleg. És el nem hiszed, hogy mennyire sajnáljuk. Igen, tökre megadeveted volna. Te kamugép. Nagyon közel voltál az ajándékcsomaghoz, ami viszont most nagyon gyorsan elúszott. Nagyon messzire kerültél tőle. Uh-huh. Nem baj, Zsombikám? Volt már olyan, hogy játszott valaki 5 éven belül is kétszer. Tehát, hogy... Na. Igen, lehet ebből még voltál, győzelem. Tényleg, ebből még bátor, bármire. 13 évesen betelefonáltál. Csak visszavágó nem. Zsombi. Hát most mi lesz? Köszönöm, hogy játszottam. Legközelebb, játszunk még egyet. Nekünk is, Zsombikám, vigyázzál magadra, jó? Aztán kitartás. Nem sokára vége lesz. 1-1.5 év, és túl vagyunk rajta. Jó? Vigyázz magadra. Föl tudod Zsombikám. Dolgozni. Szevasz. Ciao. Szia, Zsombi. Hello. Home office-ban érettségizel. Nem mindegy. Ennyi gyerekek, hát Bali odavágott azért. Nagyon keményen. Bali odavágott. Begyalultál egy 13. Te, óriási volt. 13 év Zsombikám. Azért klasszik volt. Most már nem fog könnyen visszaaludni. Nem, hát, na. De ez a reggele oda van. Igen, legalább tudja. Nem csak ez a reggel, az egész hete. A reggeli az élet ilyen. Ezért vágyom a kis Zsombikának. Nem csak diadelmenet, érted? Az élet nem mindig. Jó kedv, meg tesi óra. Na. Van itt szenvedés is, meg könnyek. Egy perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Balázsék! 7 óra után 14 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggel, Széchenyi térnél, Deák tér felé valószínűleg baleset történt. Lehet, hogy elütöttek valaki, dugó várható, a buszok se tudnak menni. Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát óvatosan. Jó, ha van friss, akkor küldjetek el nekünk, hogy mi a helyzet. Aztán bunkó vagy Balázs, jól megszivattad szegény 13 éves gyereket, pedig szerettelek titeket, egészen eddig a percig többet nem hallgatlak, írta nekünk valaki. Minden nap csalódik bennük valaki. Minden nap csalódást okozunk, hogy játszunk egy gyerekkel, és igen, és véletlenül kimondja a tiltott szót, ezt értjük, hogy ez egy komoly trauma volt, tehát sajnos ez a játék ez ilyen. Így ment, 10 év a kukába. Így van, itt 10 évig dolgoztunk, hogy kivívjuk a szeretetét, de egy 13 éves kikapott gyerek a játékban. Ismét elveszítettünk egy törzs hallgatót egy ilyen dráma miatt. Igen, időjárás szempontjából jó időnk lesz, napról napra egyre melegebb, van még egy kicsi szél, egy kicsi hidegfrontocska, fúj majd be balról jobbról, de aztán melegedő időjárásunkkal szembesülhetünk oly annyira, hogy 24 és 26 fok lesz már hétvégén, úgyhogy vidék csámborokat, jöhet Pestre, fertőzést összeszedni, Pesti nem mehet vidékre. Nem, mi nem szedjük már össze. Tehát ti már nem szeditek össze. Mi már nem is. Mi úgy megyek ma Pesten, hogy csak na. Csak úgy sűjtesz. Úgy flangálok. Bemegyek a rádióba, megnézem a munkahelyünket. Megölelgetek mindenkit. Nyaralóban nem mehetek, de Ikeába sorba állni 3-4 órát, hogy 500 emberre birkozzak a klottyán-flottyán konyhabútorért, az mehet. Na, az persze mehet, hogy sorbáljak az Ikeába. Hát nagyon szép. Nagyon megcsináltatsz magadnak egy dekor rendszántálát is, Feri, nem? Vidéki vagyok, baj felirat? Vidéki vagyok, bocs. Vidéki vagyok, bocs. Igen. Ha követtek, csak a város határig. Ne engem gyűlölj, nem én hoztam a döntést. Ha Pesti vagy, és ezt a táblát olvasod, rossz helyen vagy, ezt kell kitenned abban a pillanatban, hogy elhagyod Budapestet vagy Pest megyét, igen. Ha ezt el tudod olvasni, és Pesti a lakcímkártyát, fordulj meg köcsök. Rossz helyen vagy, kis haver. Ez már nem Pest megye. Fordulj vissza azonnal. Olvastuk el Feri tábláján az autó. Jó, hát most jössz ide, érted, most beleszippantasz a főváros levegőjébe,
megnézzük, hogy koronás vagy-e, aztán esetleg igen, akkor majd szólunk Müller Ceciliának és az operatív törzsnek, hogy aztán nem ám, hogy ez a jelentés nem reprezentatív, mert ha igen, akkor vidékiek se gyűjjenek ide Pestre, hanem maradjanak otthon a fenekükön, nem ám kolbászoljanak ide-oda mindenhova. Úgyhogy ne terjesszék, piros cetlit az ajtajára. Kapja meg a karantén cetlit, piros cetli, aztán ezt holnap már tudni fogjuk, ugye 9 órakor mész, hogy egy reaktort föltoljanak az orrodba, vagy letoljanak a garatodon. Nem az orromba, csak a garatomba. Ja, már elintézted? Már csokos vagy? Már izé vagy? Már nem orba, nincsen, nem tolnak? Utána olvastam. Nincs. Csak torkos. Na, komolyan? Igen. Igen, ez tehát egy a húzza szét Ferenc mondat, az nem hangzik majd el. Na jó, hát akkor Györfi Pál legyen veled, ezt tudom neked mondani. Így van, kopogjon be a szélvédődön, hogy hova. Tudod, mit mondok majd neki? Tesztelni, öcsém, tesztelni megyek, Palkó, és vidéki vagyok. Oda megyek, ahova akarok, öcsém. Hát viszont úgy tudom, hogy te fővárosi vagy, Palikám, akkor húzza az nagyon gyors. De hova? Palikám, ne kopogtassál itt a szélvédődön, mert húzzál vissza Pestre, mert a fővárosban lehet dolgok. Ne így zsipasszál, légy, húzzál haza. Igen. Na, figyeljetek, ha van esetleg olyan célotok, hogy hogyan tegyétek a gyereketeket híressé, drága hallgatók, vagy sokat gondolkoztatok azon, hogy miféle tartalmat állítsatok elő, akkor megmutatjuk egy amerikai gyereket, vagy megmutatnánk egy amerikai gyereket, akit hát közel már 7 millióan látták Los Angelesben Jolly videóját, amit édesanyja töltött fel a Twitterre május 2-án. Ő egy 8 éves kislány, nem tudom, hogy láttátok-e, hogy hallottátok-e, és egy nagyon komoly, mélyen szántó, filozófikus gondolatkísérletre hívja a nézőket és hallgatókat. Elmereng az élet nagy kérdéseim. Ő egy gitárral a kezében egyébként énekel, nagyon cuki a kislány, 20 másodpercben adja elő a saját szerzeményét. Na, 8 évesen az szép teljesítmény. Igen. Például a X-faktor. Meghallgathatjuk, aki tud angolul, az érteni fogja a szöveget, aki nem, az majd figyeljen, mert mondom, hogy mit énekel. Nem túl bonyolult a szöveg, nagyon tanulságos, nagyon mély, anyuka pedig mosolyogva felvette, majd feltöltötte a Twitterre, úgyhogy a kislány 8 éves, tehát valószínűleg nagyon örültek ennek az óvodában és az iskolában is, hogy miről énekel a kislánka. Na, megmutatjuk akkor a dal remixelt változatát, 7 millióan nézték már meg, azért ez egy komoly szám még Amerikában is, tehát azért a Twitteres megtekintése 7 millió, az egy nagyon szép kis szám. A kislány fog egy kis gitárkát a kis hóna alatt, de nyilván nem fog akkordokat, és a saját szerzeményét adja alul. Vagy a saját. Figyelj. Ez a dal. Figyelj. Nehezen lehet érteni a szöveget. Ez a dal. Ennyi. Aha. Jó dal. Ja. Grammis. Ja, hogy ez? Jó. A dal pedig arról szól, hogy azt énekli a kislány, kíváncsi vagyok, vajon mi lehet a seglyukadban. Hogy? Kíváncsi vagyok, talán mi lehet a seglyukadban. Mi lehet a seglyukadban? Énekli a kislány. Add le újra, hogy ez a... De újra Zsulci, mert így már azért érthető lesz. Azt mondja, hogy talán vannak ott asztronauták, ugye? Vagy vannak ott alienek, idegenek, űrlények, ugye így lehet ezt fordítani. Mi van a seggyukatban? Mi van a seggyukatban? Kíváncsi vagyok, mi van a seggyukatban? És anyukája azt mondja... Hogy azt tudományos érdeklődés van a gyerekben. Hát, Csolikám, te ügyes vagy! Jaj, mi van a seggyukatban? Kis büszkesége. Orvos szeretne lenni a kicsi, vagy nagyon az indítatás? Igen, hát valójában nagyon érdekes a kislány. Próbáljunk valami kis pozitív üzenetet találni benne, tehát nem egyszerűen arról az, hogy mondom, a tudományos érdeklődés dolgozik benne, hogy vajon hát miért ne lakhatnának ott mások? Ha? Igen, hát... De valójában valami beakadt a kislánynak. Tehát azért én nem tartom teljesen természetesnek, hogy egy kislány 8 évesen arról érdeklődik, hogy mutasd, mi van a seggyukadban. Azon gondolkozom, mi van a seggyukadban. Talán vannak ott asztronauták a seggyukadban? Esetleg ilyenek, űrlények?
mi lehet még? Ez mindben van a fenekedben? Nem lehet, hogy... Mi van a seggyukadban? Anyu esetleg egy asztronautával félrelépett a barna szalomban? Tehát lehet, hogy a kislány egyébként valószínűleg arra gondolsz, hogy mélyen traumatizál? Igen. Tehát, hogy a karanténban nem tudott nagyon elbújni anyuka meg egy asztronauta, hogy kellemes együttléteket szerezzenek magának, maguknak, és a kislány pedig a legdurvább, legintimebb pillanatban rányutott az anyukáira, hogy anya, ehettek a tejbegrészt. Apu éppen egy hosszabb úton volt, mert mit tudom én, kamionsofőr, és akkor a kislány megébredt hajnal egykor, belökte a hálószobának az ajtaját, ott állt a kis barjóvájával a kezében, a szemét törögött, és azt mondta anyunak, hogy anyu, nem tudok aludni, olyan furcsa. Ki ez a bácsi? Anyu! és anyu, és mit csinál ő veled? Miért lékelt meg ennyi? Ő egy asztrolóta. Na de ő egy ott, bácsi. Anyu. És miért van szkafanderben, és mit csinál veled, és miért pont ott? És miért van egy fagója a szádban? Ugye? Tehát, hogyha 8 évesen a kislány erről énekel, akkor azért nem biztos, hogy feltöltöd a Twitterre. De egyébként meg halálosan cuki, tehát, hogy még pont az akkor, ahol ja, megbocsáthatom. Igen. Tehát, ezzel nincs baj. És 7 millió megtekintés, és az anyuka büszke rá, mert hogy állítólag a kislány írta a számot. De jó, milyen tehát, hogy ez komoly zeneszerzői vénával van a kislány megáldva. Uh-huh. Ugye? Hát, és a szöveg is, tehát mind a kettőt ő írta, ugye? Szöveget is, zenét is. Igen. Tehát lehet, hogy anyukának viszonya volt egy asztronautával? Vagy látott valamit a kislány, és traumatizált, és ezt kiírta magában? Na de már bocsánat, hogy ismered föl szex közben az asztronautát? Hát, ez egy jó kérdés. Ugye, tehát rajta van az asztronauta ruha? Az ő ruha? Vagy a sisak? Vagy miből tudta, hogy nem, az... Nem, szerintem rányított az apukára és az anyukára, és mondta az anyuka, hogy apa és anya asztronautásat játszik. Igen. És űrkutat ás, vagy... Vagy anya kutatja apát, vagy apa nagyon kutatja anyát. Valószínűleg volt itt valamiféle rányítás. Apa leszállt a kráterbe. Apa alámerült a holdvilágára. Apa alámerült a holdvilágárokba. Tehát valószínűleg a kislány láthatott valamit, ez mélyen traumatizálta. Anya fölöltözött, gyorsan felvett egy bugyit, egy köntöst, odaadta a gitárt a lány kezébe, és mondta, hogy írd ki magadból, kincsem, ezt a dalt. Írd ki magadból. De nem tudták, hogy a kislány többet látott a kelleténél. Valószínűleg ez lehetett. Hogy a kislány viszont 8 évesen már mindent látta, hogy természetellenes dolgok történnek mamával. Én azt gondolom, és hogy akkor örüljünk neki, hogy nem egy tehetséges festő. Azt írja, hogy hallgat, hogy apa éppen dokkol. Tehát, hogy becsekkol, megtörtént a leszállás. Anya visszaszámolt, 3, 2, 1. Fire! Igen, a kislány benyitott. És igen? Apa csak riadtan, hát elnézett, így anya mögül kinézett, amikor egy fa mögül kinézel, ugye, mert anya volt szembe az ajtóval, apa is szembe volt, csak apát eltakarta anya. És anya igen, apa éppen begyújtotta a fékező rakétákat. Apa gyújtotta a fékező rakétákat. És mire a kislány megkérdezte, hogy what are you doing, mommy? Arra mondta, hogy apa éppen dokkol. Apa leszállt. Valószínűleg ez lehetett. Kislány visszamen. Biggest egyet... sonda. This is the biggest sonda ever. Igen. És a kislány visszament, riadtan üldögélt egy kicsit az ágya mellett. Balra-jobbra nézett, látta, hogy ott a gitárja. És ott, hogy ezt kiírja magából, és éjszaka megírta a dalt. Hogy tudni akarom, mi van a seggyukadban. Mert a dal az erről szól magyar fordításban, az ennyi. Igen. Esetleg egy asztronauta, esetleg egy idegen, egy ürülény. Ebben az esetben kikerülnének az első albumára ezek a matricák, hogy vigyázz a szó, kimond a szövegek, vagy pedig ez gyereklemeznek számít? Nem, ez gyereklemez. Ez gyereklemez. Ez a Butthole, ez egy ilyen slang tulajdonképpen, nem is ronda igazából. Hogyha mondjuk Gangstazul és a Kártel írna egy ilyen szöveget, és tolnának el egyet a következő albumokon, akkor arra kiraknák a szókimondó szöveget. Ha egy 8 éves kislány, akkor 8 éves kislány tolja, akkor ez így akkor cuki. Ja. Abszolút. Persze. Igen. De ezt képzeld a szülők arcát, amikor így megérkezett a kislány. Nem? Akkor mondta apa a legendás mondatot, hogy Houston, van egy kis problémánk. Houston volt a mama beceneve, tudod? Houston van egy kis problémánk. Itt áll a gyerek. A gyerek áll az ajtóban. Jézus Mária, mit csinálsz itt, kicsi Jenny? És már hallották, hogy a Jenny ott bemegy a szobájába, és gitározik. Tudni akarom, mi van a stekjukon? Tehát a kislányt azonnal megihlette, érted? Ő azonnal mondta, hogy hát rendben van. De miért ez, hogy popsiuk, ez nem egy ronda szó, szóval, hogy ez, hát mindenkinek van ilyen, ne, ugye? Hát persze. Nem.
Igen, hát az a, ez hasonló, mint a vélemény. Mindenkinek van, de senkit nem érdekel. Oké, az asztronautát megfejtettük, de az UFO-t fejtsük már még meg, hogy az hogy jön be. Igen. Mm-hmm. Igen, hát, tehát az idegen. Hát ez igen, hát az nem biztos, személy. Hogy a... Igen. Ja, az volt az egy, aha, az egy szemű, az volt az egyszemű, amit a gyerek meglátott. Uh-huh. Nem szabadott volna meglátni, igen, hogy apa hogy kolonizál, írja valaki. Így van. Apa kolonizált, apa éppen kolonizálta a területet. Aztán bemondta, hogy Houston egy kis probléma, a kislány meglátta az egyszeműt, visszament, és megénekelte. Ugye? Mondjuk, ha látta már a 8. utas a halál című filmet, ott is az Alien uh-huh. ugye úgy működik, hogy kitátja a száját, és abból jön ki a lékelő pöcök. Hát arról nem beszélve, hogy lehet, hogy egy kicsit később még egy picit maradt volna ott a szóval, akkor láthatta volna, vagy lehet, hogy látta is az arclámadót. Igen. Igen. De ezt írja egy hallgató, hogy egy beöltözött Mentos épp hőmérőzte anyát, és ezt láthatta a kis. Papa Mentos cukorkának öltözött, és meghőmérőzte mamát. A gyerekek a karanténban azért ez nem egyszerű, mondjuk meg őszintén. Szóval, amikor a gyerek 0-24-ben itt van, ugye? Hát ez találni egy új ingert. Találni egyrészt egy új ingert, ugye? Te se tudsz már senkire gondolni. Neked se jut már senki eszedbe, hogy Hofi megmondta. Ugye, hogy azért ez nem egy egyszerű élethelyzet, és lehet, hogy ez egy ilyen karantén szülte dal, hogy papa és a mama már nem bírt a vérével, de a kislány meg még nem tudott aludni, és a kis Jenike 8 óra kohálósipkába megérkezett, és hát látta, hogy papa tényleg kolonizál. Szóval, hogy ezzel most szerintem családok ezrei, tízezrei küldenek, ahol még aktív azért az együttlétek, hát hogy is mondjam, csak rendszeresek az együttlétek, hogy hogyan tudod megoldani a karanténban azt, uh-huh. hogy együtt legyetek. Mit mondasz a gyereknek? Hogyan hazudsz? Milyen kedves dologgal altatod el? Mi van, ha este fölébred? Mi van, ha nem bírjátok ki estig? Hát 0-24-ben otthon van a gyerek. Azért ez a legtöbb háztartásban egy új szituáció. Nem? Óriási. Akik rá voltak állva, hogy egy rövid kis szexre délután, mielőtt a gyerek hazajön, egymásnak estek friss házasok, ugye? Hát azért az nem egy egyszerű történet, mert 10-12 év után már kimész kertészkedni. Ugye? Persze, de... hát akkor már tényleg inkább a sövény. Meg vagy. Megvágod a sövényt, és tulajdonképpen meg is vagy. De hogy azért... műtrágyát szórod. Hát azért érted, hát most ha tudsz egy jó gyomlálást, egy műtrágyat szórás, hogy az a szexet választani, de már 10 év után kibírod, míg a gyerek alszik. Este lefekszik. Hogy miért nincsen elsőztető a kertbe? Hát miért? Eddig nem kellett. Most ráérek, megcsinálom. Inkább kínálok 3 órát. Igen, mit mondasz a gyereknek, menjél ki játszani, de apa, a harmadikon lakunk. Hát most, Igen, mi vagyok én, orosz orvos. Szóval ez nem egy egyszerű, nem egy egyszerű élethelyzet, és hát ezt be is bizonyították, ugye, hogy kevesebbet szexelnek az emberek a koronavírus miatt, mert hogy egész egyszerűen nem lesz se baby boom. És felületesebben. Felületesebben így van, úgy és Olaszországban, Nagy-Britániában, Németországban kiderült, hogy a feszültség miatt, ugye, meg hát a karantén miatt, meg a gyerekek miatt, ugye effektíve kevesebbet szexelnek. Úgyhogy valószínűleg egy ilyen traumatizált gyereket láttunk ebben a dalban, ahol a szülők viszont nem bírták ki, és nem tudták megoldani. Ha írjatok már, drága hallgatók, hogy csak egy apró kulisszatitkokat, hogy mégis ki hogyan lop el egy fél órát, egy 20 percet. Leginkább itt azért tényleg a fiatal házasokra vagyunk kíváncsiak. Tudjuk hogy mindenki heti 4-szer szexel, ezt tudjuk. De, igen. Ezt tudjuk, hogy a magyar ember kevésszer hazudik annyit. Határtalan rendelkezik, igen. Mint amikor a szexuális életéről kérdezik. De hogy akik azért pár éve vannak együtt, esetleg gyerek van, és ez egy kicsit csalni kell. És nem a szomszédnél gyereknek. És nem a szomszédnénihez jár át, miközben azt mondja, hogy tejér megy. Mit mondtok, mit kamusztok, lebuktatok-e már, hogy oldjátok meg, írjatok nekünk SMS-eket, jó? Mert erről Juli is beszélt egyik nap, hogy azért ez nem egy egyszerű élethelyzet. Igen. Ahol ugye felhívod le után? Tessék? Már úgy ért, ja, hogy adásban. De valamik adásban, hogy elmondta, hogy a két gyerek mellett, hát azért ezt ők is nehezebben oldják egy kicsit meg, igen, hogy megszöktök, bezárkóztok, zuhany alá mentek, kiküldítek a gyereket az erkélyre, ne agyisten kizárjátok, délután lefektetitek pedig 14 éve. Felhangosítjátok a kormányinfót. Megy a kormányinfó. Hallgass meg Cecília nénit, kicsim, addig mi átmegyünk a te szobádba. És ha ti is halljátok a hangját, akkor akár 15-20 percig is elhúzzátok. Írjatok nekünk, jó? A karanténszex, hogyan oldjátok meg, milyen apró kis kulisszatitkok vannak, avasatok be minket. Mit láthatott a kislány, ugye? Hát valószínűleg is valami hasonlót. Jövünk rögtön az SMS-ekkel, a hírek után 7:30 pontosan itt vagyunk mindjárt. Új Ed Sheeran, gyerekek! Hát Ed Sheeran, 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva. És Ed Sheeran vadonat új kis dalocskája, ami azért nem annyira új, de hogy az újabbak között van, inkább így mondom. Tessék? De Ed Sheeran.
Eszem. Jó, eszem. De, most milyen jó fej voltam egyébként, nem tudom, hogy kiszúrtátok el. Na. Két megszólalás között elfogyasztottam a kis reggelimet. Semmi ropogós nem volt benne. Nem volt semmi ropogós főztem. Benne, mert annyira be vagy feszülve ettől a villanyóra cserétől, hogy igazából az étvágyat sem olyan. Sem akkurátus körbekanalazás, sem akkurátus előkészítés, sem akkurátus ropogtatás nem volt. Gyors, egyszerű, tényszerű habzsolás, mert az abszem sem fér a seggedbe, hogy 8 órakor jönnek az elmű munkatársai, hát, és várják egy akkora krátert a faladra. Igen, ha jönnek. Igen, mert hogy János ugye villanyórát cserél, és hát itt zajlik a Szabó család története párhuzamos életekben, közben a témával is foglalkozunk, de Jánoséknál nagy dolgok történnek, mert hogy az elmű munkatársai 2 hónap után végre megérkeznek, és közlik majd egy rossz hírt, hogy János, erre nem számítottunk, nagyobb a baj, mint gondoltuk, kérem ezt nézze meg, felkiáltással közlik majd, hogy ugye hát valószínűleg nem biztos, nem tudjuk, de hogy ugye hozzá kell nyúlni a villanyórához, nem tudjuk, milyen kimenetellel lehet, hogy csak egy pici lyuk, lehet, hogy nagy lyuk, lehet, hogy kis csere, nagy csere. Látjuk. Én de a picit meg a nagyot is kedvelem, de hogy máshol van, de nem igen. Lehet, hogy ez a 8-tól 12-ig intervallum, ez egy felvonulási időszak, tehát akkora erőkkel érkeznek, hogy de, hogy ennyi kell, amíg 4 órán keresztül özönlenek majd. Kitámasztják a kosaras kocsit, jön a billencses, jön a bobketes, aki majd a nullásodat vágja át. Tehát ők most felvonulnak, ők most figyelj, ez most ők reprezentálnak, tehát tudják, hogy benne lesznek a műsorba, érted? Paks is elsötétül majd, amikor elkezdik birizgálni az órádat. Úgyhogy... János, hát ezt a szép zöld gyepet is föl kell szedjük a földkábel miatt. Bizonyám. Ne aggódjál, te mindig a legrosszabbra gondolsz, és aztán mindig az is lesz, úgyhogy... Ennek hát volt egy-két keserves tapasztalat, egyrészt ezért, másrészt... Nem kell aggódnod, rendben lesz minden. Maximum azt mondod, hogy nem kéred a cserét. Hát most azért még nem kötelezőszerűen kell kifúrni a dolgot. Nem tudom, hogy visszaveszik el majd a főzőlapot. Mi? Meg a sütőt. Tudod? Hát Zákson, hát most rajtad marad egy főzőlap. Hát földobjuk valahova, eladjuk. Valamelyik izére. Hát ahogy a művelt francia mondja. Bármikor mondhatod azt, hogy köszi, nem érted. A csávó már jön az ütvefúróval, egy ilyen 26-os fejjel, érted, nekiállni egy ionágyúval a faladnak, még ott is elévetheted magad, hogy köszi, akkor inkább marad a villanyrezsó, amint sütögetjük a kis puliszkánkat, vagy csináljuk a reggelinket. Tehát, hogy ez... Ez még nem végleges, hogy biztos, hogy egy kráter lesz a házfaladon. Csak ja, az nem, 85%, de azért valami... ne jegy meg. Hát, nem, a Jani, úgyhogy 95. Így van, a te esetedben ez valóban egy kicsit még följebb ugrik, tehát ez nettó 90-92%, hogy a nagyobb baj lesz. Persze. De még azért ez jól is elsülhet, szóval, hogy azért még ne temesd magad előre. Akár. Csak, nem csak az van, hogy ezen a házon egy valami egészen biztosan jól van megcsinálva ez a szigetelés. Na most miért ne hozz kell hozzá? Persze, ami egyébként tökéletes. Minden más, mivel esetleg egy pici, apró, kis probléma van, és talán még örülnénk is neki, hogyha hozzá kellene nyúlni, már akkor ki lehetne cserélni. Nem. De végre szárba szökkenteted azon tervedet, amit már nagyon régóta szerettél volna, nekem igen. Mindig mondtad, hogy olyan Benetton zöld házat szeretnél kívülről, igen. Amit látsz vidéken sok helyen, hogy neked ez nagyon tetszik, pici narancsárga csikokkal, hogy végre a kútára megcsinálhatod. Hogy egy kis nagyon finom ez a mély zöld, pici narancsárgával, pici citromsárgával, jó lesz az. Hát ez, érted? Egy ilyen kis izével, gipstukó kertetörpével ott a kertetbe előtte. Ez nincs az a baj. Jó kis fedőfesték, mindent megoldja. Jó, így van, ez a kettő. Igen. Jó. Kérdezz egy hallgatót, hogy a mágnest levetted, ez nagyon fontos, nehogy aztán rajta kapjanak. Alulról kiszedted? Ami lassítja, mert mondtad ugye, hogy te tettél be, de hogy ezt kiszedted, nehogy aztán most igen, plombálják az órádat, érted? Kelten kellünk hozzá, akkor a mágnest raktunk be. Úgy. Érted, kinizsinemaitott el ekkora malomkövet, amikor a mágnest beraktál a villanyóra alá. Azt is ütvefúróval kell majd leszedni róla. Az csak a mágnes lebétele, 3-4 óra. Érted? Elmozdult az északi pólus, mikor fölraktad a mágnes. Közelebb jött az Antarktisz. Így van. 2 centivel kimutatták a tudósok, hogy közelebb jött, mert akkor a mágnes raktál föl. Nem véletlen, hogy a homlokzatunk mellett van az összes berendezés, amiben fém van. Minden valamiért kitépi mondom, az ütvefúrót a csávó kezéből, hogy bejön a kertkapu. Puff! Érdekes ezek a janék, a merőkanalat, a harapófogót, mindent a falon tárolnak. Nagyon érdekesek egyébként. Nagyon az összes fémfedőt, a lábosokat, a merőkanalat. Nem valami kampon, vagy ott lóg valami, vagy valami eszköz. Nem, falon van. Csak falon van. És ez Móni is milyen, hogy csak egy elengedi a merőkanalat, amikor szedte a lebenslevest, és püff a merőkanál, magától visszament a helyére. Tökéletesek voltak, megkínált a kávéval, de ez a helyes nő, ez a falról 2 lábbal támaszkodva szedte le a mokkás kanalat. Nagyon fura volt. Szóval azért ezt jó eltünteted, érted? Nehogy úgy rájá, mint Lajos. Érted? Csak jönnek a hivatalos emberek, csak jönnek, megérkezik egy rendőrautó, és még egy rendőrautó, még 2 villognak, egyre furább arcok jönnek. Nekem nincs halasta van. Tekesek jönnek. Római körültöredékekkel. Úgyhogy nincs hol merem írni a búvároknak.
Na de megnézted, hogy az előző tulaj nem berhelte meg a villanyórát? Azért utána plombálta ezt már valaki? Pecsételték ezt? Már van már hivatalosan elműs pecséted ezen? Vagy hát most én már megplombáltam először... buherálni, de nem. Nekem sem sikerült. Most nem, lesz az első hivatalos elmű pecsétet. Most annyi, hogy az egész házadat pecsételik és körbe rakják. Rendőrség. Kiforszívoztam a villanyórát, de aztán kiszedtem a porzsákból a plombát, és visszatettem az órába. Nézzük na csak jó, az adózását is, vadon úr. Szépen lassan, ja, tudod. Milyen érdekes. Itt minden az áramról megy, és most láttam, hogy általában 2800 na forintot fizet havonta, és még vissza is törlesztődnek az elmű az év végén 26 000 forintot jóváért. Fura ez. Érdekes. Tudod. Na jó van. Visszatérve, akkor majd szóljál meg, jöttek, tudósítsál. Ja, persze, mindenki. Live-ban nyomjuk. Nem, hát ezt úgyis hallani fogjátok, mert... Jani, nem azt akartam, hogy... Itt vagy, Jani. De mintha azt akartam, hogy... Még én a kameraképen látlak, ahogy integetsz. És aztán igen, a telefonod még egy ideig működik, aztán eltűnt. Na ugye, mi arról beszélgettünk, hogy a koronavírus miatt végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy hát bizony az alkalmi kapcsolatok is megsínlették, a régóta együtt élő párok is kevesebbet szexelnek, a friss házasok is, és hát a korlátozások előtt ugye megugrott az óvszergyártás, meg a különböző játékszerek forgalma, ami azóta azonban brutálisan visszaesett. Nagy-Britanniában, Németországban, Olaszországban is sokkal csökkent ugye a szexeléssel töltött alkalmak és időszáma, szól erről a kutatás. És hát ugye arról beszélgettünk, hogy nyilván azért ez, nyilván a karantén egyik negatív hatása az, hogyha otthon van a gyerek, ahol van gyerek, 1-2-3, ott az életkedv sem olyan, valószínűleg a nemi vágy is azért egy kicsit, hogy is mondjam, csak lejjebb hagy meg, hát az alkalom is nehezebb, mert hogy lehet, hogy este már, mit tudom én, mikor alszanak, neked nincs kedved, napközben meg viszont nehezebb egy kicsit megoldani. És ugye arról beszélgettünk, vagy arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy milyen apró praktikákat vetnek be. Nagyon jó SMS-ek jöttek. Tehát a heti kétszer nagy kádvízben fürdik a gyerek, azt nagyon szeretem. igaz, hogy 16 éves és nagyon unja, de... Várja, és be van szappanozva a kád széle, hogy ne tudjon kimászni. Egyrészt. Apa, 3-4 órája itt ülök a vízbe, egy kicsit hideg már. Hideg a gumikacsa is fázik. Igen, apa, az összája is lilul. Igen, fél órája leengedtem a vizet, és nem tudok újat engedni. Kijöhetek már? Valahogy még. De ez egy jó megoldás. Berakod nagy kádvízbe. Egyébként ott tényleg el vannak. Beraksz nekik játékot, nem? Ez egy nagyon elmés megoldás. Mi egy kicsit rafináltak voltunk, egy kétszintes házban lakunk, és a lányunk nagyon szeret az erre csörög adió játékot játszani. Ennek érdekében vettünk egy pár walkie-talkie-t, és mi abba beszélünk az alsó szinten huncutkodás közben, ő pedig az emeleten keres minket, a hangot hallva. Mekkora? Persze. Hagyja. Itt vagytok? Erre, csörög adi, erre meg a magyaró. Magyaró. Hippi, hapacs, 1, 2... Na, persze, hát nyomd meg a, hogy beszélsz közben? Beszélsz, mert egyébként nem hall a lányunk. Erre csörög, adió. Ez tök menő, hogy voki-toki nyomjátok. Meleg, forró, forró. És a kislány hallott, hogy abban nem akarok megint erre csörög, adiót játszni. 3-4 órája kerestek benneteket, mindenhova bevertem a fejem, sehol se voltatok. Te meg lent reszeled az asszony, és egy voki-tokival küldöd neki. Az nagyon jó, én ezt bírom egyébként. 8 éve vagyunk együtt a párommal, van egy éves kislányunk, aki annyira éber típus, hogy kb. Fingani nem lehet mellette, mert felébred. Elég nehéz így bármit megoldani. Az utolsó 2 alkalom között 3 hét telt el. Már úgy be voltam indulva, hogy ha megláttam egy női biciklit is, azonnal erekcióm lett. Az utolsó együttlétünknél úgy tele volt, ja, jó, hát ezt nem tudom beolvasni. Na, jó. Oké, bocs. Én már az elején éreztem, hogy ez így őszinte hangvételű SMS. Ez nagyon őszinte hangvételű SMS, de ennek nem tudom beolvasni a végét. Sajnos, bocsánat. De egy éve... nyomtatásban megjelentetjük. Kirakjuk a Facebookra, igen. Egy éve vagyunk házasok, heti többször is próbáltunk elmenni, Györfi Pál azt mondta, hogy maradjunk otthon. A gyerekek imádják a fürdést, engedni kell nekik egy kádvizet, ott elvannak, és onnan nem is jönnek ki, lehet örömködni. Kevésbé jó módszer, hogy addiktív játékot kell indítani a tableten, attól bezombul, és nem lát, nem hall. Matykók küldte nekünk. Az egy jó megoldás. Egyébként igen, a tabletek, okostelefonok világában az könnyen megoldás. Apa, miért lettem játékfüggő? Hát, fiam, a karantén alatt akartunk anyáddal szexelni. Anyád meg szexfüggő, azért. És húzóhártya a lábujjaim között. Ugyanezért. Apa napú húzom 2 órát, Minecraftozom, kérdezd meg anyától miért. Igen. Mi hajnalban csináljuk, ebben a helyzetben a gyerekek sokáig alszanak, bár 15 éve figyeljük az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Kati küldte nekünk.
mi a zuhany alatt szexelünk, egyáltalán nem gyanús a gyerekeknek, mert én délután, a feleségem meg este. Hát a pecsebese, nagyon jó. Nem feltűnő, mama vagy papa mindig ott van. Hát ezt így is meg lehet oldani. Hát ki mondta, hogy ez egy közös buli, nem? Ja. Nincs ezzel baj. Nálunk az együttlétek 4-5 havonta szoktak lenni, az utolsó pont a karantén előtt volt, így minket eddig még nem befolyásoltak. Figyelj, nagyon jó. Én úgy bírom, ha valaki ezt őszintén bevállalja. Én annyira bírom, hogy ezt valaki felvállalja. Sokkal, sokkal, tényleg, gyerek, igazza, hogy 3-4 havonta, úgyhogy egyelőre. Júniusig, igen, nem a szokás, júniusig megvagyunk. Ha június, négyszer, de csak júniusban lesz karantén, igen, kezdek aggódni. Egyelőre megvagyunk. A fél éves adagunkkal megvagyunk, úgyhogy minket a karantén nem befolyásol. Balázs, jó fel vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Délután általában a mi ágyunkba alszik a 3 éves gyerekünk, ezért mi az ő szobáját használtuk, amikor véletlenül ráfeküdtünk a szétszórt legókra, majd a feleségem beverte a fejét a gyerek hintába, az eléggé visszavett minket, másfél hét volt, mire kihevertük, azóta a gyerek a saját ágyában alszik délután. Ez Dani küldte nekünk. Hát igen, igazatok van, elég necces, 6 éves a lányom, velem alszik általában, mire elalszik, apa is, ha délelőtt dolgozik, délutános, akkor meg én alszom el, de megoldható, le kell foglalni, és irány a fürdő, vagy a kazánház. Új, de kicsim, levegyünk, ellenőrizzük a kazán. Valami a nyomással. Anya, már megint a kazánban vagytok? Igen, olyan furcsán kattog. A briketet lapátoltuk oda. Sokat vagytok, anyácska, a kazánban. Én meg úgy félek itt a szobában egyedül. Tudod, hogy rányíthatnak, de annál izgibb. 2 perc, na jó, 5, mondja voltam. Ez a papára nem vett túl jobb fényt, igen. A férjem napi 3-szor szeretne, de minimum 1-szer. Ha nem jön össze, nem dobok el azonnal mindent, és megyek, megsértődik, és 2 napig nem beszélünk. Ha igen lopott percénk vannak, bezárkozó, 3 gyerekünk van, 17 éve együtt. Mondja már meg a papa, mi a menü, mit teszik? Gínzenged, gyöngér, tonhalat, kaviárt, nem tudom, édes gyökeret, kell bimbót, napi három. Ott van gerjedelem, gyerekek, van tenni akarás. Jó a PR, maradjunk ennyi. Ugye, hogy ez a lehet, de nem elhiszem, mert nem ő írta, hanem a csaj. A feleség írta, úgyhogy. Borzasztó lehet egy ember. Hollad is ezért szokott jót mondani a Viki. Igen? Szólj már egyszer. Majd küldd át esemény. Csipjél már meg egyszer, ha ilyet hallasz. Jó. Állíts már oda magad mellé, ha ezt hallod. Én ezt viszonylag ritkán hallom. De hogy napi 3-szor, gondold el. 17 év után. Mennyire nyomasztó lehet egy nőnek? Szóval, hogyha nincs ember, aki azt mondja, hogy persze, drágám, megyek, szóval 17 év után napi 3-szor. Én nem is a pasira vagyok kíváncsi most már, hanem az SMS írójára. Légy a Vibrando, lőj már magadból egy képet. 17 év után, napi 3-szor. 17 év után 3-szor. Jézus, atya, úristen. Mi csak 2-szer csináljuk, van hova fejlődni. Kapukinek. Döbbenet. Hoznom kell a napi 3-at, akkor el vagyunk maradva. Most nincs gond, elalszanak és mehet a mandula, de nagyobbik évekig elalvás után nem sokkal már jött is a hálóba, úgyhogy mikor elkezdtük, csak annyit mondtam, nem akarlak sietetni, de mindjárt itt a gyerek. De szép mondat, ez úgy megjön a kedved, mi? Maradtak az 5 percesek. Mi próbálkoztunk, de igazatokban tényleg nehéz, zuhanyzás közben oldjuk meg, bezárjuk az ajtót, de sajnos többször félbeszakadt a dolog, mert valakinek tuti, akkor kell kakilni, vagy összevesznek 4 és 8. Apa, de megvan. Apa, jó, de megvan. Apa, mindjárt bekakilok, már kim van a vége. Állandóan rajtunk lógnak, szóval már a szomszéddal is beszélgettünk, és felajánlott, hogy engedjük ki az utcára, ő majd addig felügyeli őket. Te biztos módszert. Nem értünk és vele, de lassan ez lesz a megoldás. Reni küldte nekünk. Ez tök jó. A szomszéd az ablakból nézi a gyerekeket. És pontosan tudja, hogy papa meg a mama megint szexel, mert a gyerekek kim vannak az utcán. Egy kulcsal anyag. Egy idő után az egész utca tudni fogja, hogyha kim vannak XY-nek gyerekei az utcán, akkor mi történik otthon? Igen, igen. Nézd meg a kis Tibike, meg a kis Rózsika megint kulcsal a nyakába játszik. Igen, ezzel egy 3-szor voltak kint. Igen, ide-oda rohangálnak a kereszteződésbe. Ez csak akkor van az anyjuk szexel. Nálunk anya apával heti 2-3-szor fontos dolgot kell, hogy megbeszéljen 4 szem közt. Júj, de jó! Mondjuk a nagyobbik is még csak 7, később ez nem fog működni. Hát erre konkrétan 1-2 évetek van. Heti 2-3-szor fontos dolgot kell megbeszélni 4 szem közt. Igen, anya, és te miért érdelsz? Igen. Én, mert én úgy nézek a papa szemébe. Én a papa 1 szemüjébe nézek. Igen, összesen 5 szem, ha jól számolok. Igen. Na jól van. Hát köszi az SMS-eket. Nagyon jók jöttek egyébként. 1:20, mire benyitna már vége is. Így barna már. Igen. Na jó, sehol semmi szerelő, senki még, Jani?
Nem, egyelőre nem. Nem? Egyelőre nem. Küldenek előtt SMS-t. Igen. Gondolom ezen után, ha hallgatták. Hallgattuk a műsort, ma se jövünk. Ma nem megyünk. Lehet. Hát vagy az lesz, hogy 5 perc múlva ott vagyunk, tudod. Hiszen fél órára kérte. Na, jövünk mindjárt. 8 óra pontosan rögtön itt vagyunk a hírek után. 8 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk, Magyarország, hello Jani, hello Feri. Sziasztok! Hello. Hello. Események, Janinál éppen most vágják át a nullást, Feri lassan nyakába veszi a város, és vidékiként teljesen legálisan ellátogat hozzánk, prostó fővárosiakhoz, hogy koronavírusos tesztre menjen, áthajtásos McDrive tesztre csináltasson, és kiderüljön, hogy végig fertőzte egész Velencét, mert két hete masszívan koronásra bűnös. Hogy én vagyok a Fejér megyei gócpont. Te vagy a gócpont, csak a kellő nikotinfogyasztásnak, nem, a szervezetedben ez nem érezted a hatását. A nulladik beteg. A nulladik beteg, a gócpont, az origó, a kiindulási pont, így van. A magyar Wuhan, kiderül majd, hogy az Velencében van. Úgyhogy megnézzük, hogy hogy néz ki egy ilyen áthajtásos teszt. Ferit megtorkozzák, mélytorkozzák, ez egy régi álma volt, ezt nekem elmondta, hogy szeretné egyszer kipróbálni, úgyhogy igazából... Hadén, Balázs, hadén! Hadén menjek, úgy szerettem volna mindig, hogy valami nagyot és éleset ledugjanak a torkomon. Miféle rejtette vágyak, ezt nem tudjuk, minden esetre Ferenc megy, úgyhogy 9 órakor megnézzük, hogy hogy zajlik egy ilyen áthajtásos koronateszt, ahol is ugye garat váladékból leveszik, és 72 órán belül közlik azt, hogy Ferenc hamarosan érkezik a hatóság egy piros cetlivel, ami az ajtajára kerül majd ki, úgyhogy legyen szíves az is, hogy mozogjon, mert 300.000 forintos csekket várunk a nyakába, ha látjuk. Ezt is posztolt ki, ha örüljünk, azt a képet biztos, hogy lájkolni fogom. Így van, ugye, sőt, lehet, hogy meg is osztom. 300.000-es csekket, ha ugrabugri, úgyhogy nix ugri-bugri, otthon ülsz a seggeden, ha kiderül, hogy koronás vagy. Vagy pedig úgy vetettük le a lehetet, hogy szólunk, hogy amennyiben ránk nézve terhelő, természetesen a lelet az akár el is tűnhet. Szóval, hogy nem kell annak mindenképpen meglennie, nem? Van az a pénz, amivel lehet tudjuk intézni, meg tele tudod, a csomagtartó áruval. Tudod, mi van? Ha negatív elhiszed, ha pozitív, megkérdőjelezed a hitelességet. Új teszt lenni, nem? Hát ez bárki mondhassa, hogy pozitív. Hát persze, hány pozitív teszt volt, amit újra megcsináltak, negatív lett. Ja. Attól függ, hogy a beteg mit akart a magárendelése. Mi kell azt mondjam? Pozitív, akkor negatív, ha negatív, akkor minden oké. Igen, pozitív. Ja, a munkáltató el kell, akkor az 32.000, és már adjuk is a pozitív. Igen, tényleg, ettől függ, miért szeretne, igen, annyiba miért szeretne? Kerül. Hát, fia, annyi szar kínai teszt, hogy nagyjából a miért szeretne, az 2 perc alatt megoldod. Fogsz egy kínai tesztet, ami vacak, és megcsinálod a pozitívat, fogsz egy másikat, azon kimutatja, hogy negatív. Attól függ, hogy mi kell. Pozitív, negatív. Anyusodat akarod erjeszteni, pozitív. Dolgozni akarsz menni, és a főnök nem hiszel, negatív. Érted? Eljutunk oda, hogy mindenfajta eredményű teszt lesz az emberek zsebében, nem? Ez is mutassa meg a tesztjét. Mi kell ide negatív? Mutatom, természetesen negatív. Akkor jöjjön be. Nem? Most ez Magyarországon simán megcsinálod. Hát egy perc alatt csináltatok pozitív koronatesztet. Mert hogy annyi a vacak. Persze, de ez nem az, tehát azért ezt ne keverjük össze, mert ez garatból lesz. Ez a legmegbízhatóbb, ugye ez a garat és orváladék, a kettő legmegbízhatóbb, ebből a Feri most a garatot csináltatja, úgyhogy azért az 99% pontosság. Ez nem összekeverendő, az új begyből lett kínai vércsepp rá. Nem, ez nem kínai, ez torok. Igen. Torok? És torok magyar két. Girosz? Nem, torok. Fél tisztől hívhatunk Miss May toroknak, Feri? Lehet ez lehet, a becenevet? Lehet, nyugodtan, nyugodtan. Nem, nehogy Missnek, Mister. Miss. Hát akkor sokkal pikánsabb. Tényleg, Mister May torok. Gondoltad volna, hogy oda-vissza koronavírus, hogy egyszer megpálcáznak. Érted? Ez végre. És nem a körmödre kapod, mint annak idején, úgy kigyors. Hát figyelj, most már olyanokat hallok, hogy gyümölcsök tesztje lett pozitív. Hát csodálkozója, tetszett is pozitív. Azt egyiket én is egy olvastam. Banánnak a tesztje pozitív. Nem csak egy banánnak, ez volt a legdurvább, és ekkor gondoltam először rád azon a héten. Mangó. Egy mangóra? Hogy egy banán az fura helyeken járt, és az az én banánom, nem, vagy mire gondoltam? Mangó, hogy nektek van mangótok. Ja, hogy a mangó pozitív lett. Ja, értem. De erre kiderült, hogy Tanzániában most már valami avokádó, vagy nem tudom, annak is pozitív lett a tesztje. Ott lett a mangó. Na de várjál, hogyha ebből lázan lett a mangónak, hevesen, oda bújt egy banánhoz a mangó, oda bújt egy banánhoz, hevesen izzadt, nehéz légzése volt, és mondták, hogy mi baj ennek a mangónak, ma nem úgy néz ki, mint tegnap. Nem tudom, szerintem teszteljük koronára. Oké, teszteljük koronára. És leteszteltek, kiderült. És kiderült, hogy a mangó koronás. Tényleg megmondult a világ. És azóta fát. Ja, és azóta igen, kiárási tilalomban van a mangó. Igen. Hát figyelsz, nem hiszed el, hogy mi történik, komolyan. Ugye, mert hogy mi történt? Valójában az történt Tanzániában, ugye, hogy az elnök, ott a tanzán elnök, az annyira szkeptikus a tesztekben, hogy azt mondja, hogy kamu a teszt. Abban nagyon sok igazsága van, és nagyon sok mindent olvasni, hogy valójában mit néz ez a teszt, meg miért van ennyi fals teszt. Tehát ennek érdemes utána olvasni az interneten, hogy mi történik valójában. És a gyors tesztek azt mondta, hogy annyira szkeptikus, hogy ő leteszteli egy gyümölcsön.
hogy alkalmatlanok ezek sokszor, ezek a tesztek, ugye nem mindegyik, a koronavírus kimutatására. És letesztelte egy papaját. Na most, ha alkalmatlan a teszt, azt mindegy, mint teszteled, az úgyis alkalmatlan lesz. Igen, egy kecskének és egy báránynak is egyébként pozitív lett a korona teszt. Hát náluk ezek csak. A rajtesz tudósított erről. Na most mi van, ha a kecske megette a papaját? Akkor mert, már a kecske is fertőzött, és ha oké, és ha kecske tejet valaki megitta, akkor az fertőzött? Akkor az már szintén fertőzött. Vagy ha együtt lesz, hált vele. Nem mertem ideig gondolni. Azért az megvan, amikor ügyül a papaja a székbe, és egy hőmérőt tesznek a fejhez, megkérdezik, hogy neve, életkora. Igen. Honnan jött? Járták külföldön? Járták, ő találkozott-e a koronavírusos beteggel? Ül a papaja, tudod, a székbe, és csak így nagyokat pislog, és nem érti, hogy mi történt az emberekkel, eddig ilyen normális. Érintkezett mostanában a mangókkal? Igen, találkozott kecskével, járt külföldön, Olaszországban, Európában. És a bárány? És a papaja csak pislog. Milyen remek South Park rész készülhetne ebből, nagyon nem? Jó. Hogy az emberek teljesen megörültek, papajákat és kecskiket tesztelnek koronán, és a papaja csak így pislogna. Járt Wuhanban? Van kínai ismerőse? Annyira jó South Park, annyira kiváló South Park rész egyébként, nem? És össze letesztelik, és kiderül, hogy pozitíva a koronavírusos lett a papaja. Hát ez ilyen dolog, nem? Azt akarta ez egyébként a tanzániai elnök bizonyítani, hogy tényleg, ahogy mondtam, igen, hogy nem, nem működnek Crusoe ezek. Micsoda? Mr. Friday Crusoe, igen. És azt mondták neki, hogy elnök úr, akkor legyen már egy kecske, meg egy banán is. Tehát akkor már legyen teljes a dolog. Várjál, most a vírusról beszélünk, vagy az ebédünkről? Igen. Hozzunk akkor elnök úr egy banánt, egy papaját, egy kecskét, meg egy bárányt. Tesztelje le mindegyiket, elnök úr. Jó, rendben, teszteljük le mindegyiket. Ja, Istenem, kezd a világ megbolondulni. Hát miért, amikor mondják, hogy vigyél haza te szentelt vizet? Hát az mi? Az is milyen nagy, hát hogy a, mi? Igen, hogy a templomban ne nyúkáljál bele, már otthon csináld meg a mise előtt a keresztvetést. Így van. Aha. Vigyél haza szentelt vizet. Legyen otthon. Legyen mobil szentelt víztartó nálad, és amikor mondjuk így a templom mellett elmész, akkor előveszed, beledugod a kis ujjadat, és keresztet vetsz. De várj, ez mit jelent, hogy vigyek haza szentelt vizet? Ez tulajdonképpen pont mit ezt jelent? Oké. De menjek be legálisan egy templomba, és illegálisan lopjak szentelt vizet, egy esetleg kérek a paptól, vagy vigyek magammal vizet, szenteltessem a pappal, és vigyem haza. Nem a haramlás tetejéről a sekrestés önti le, és te pedig lent felfogod egy laborra. Igen, tehát ez, hogy kell érted, hogy álljak ott egy Szűz Mária szoborra, várjam meg, míg könnyezik, azt gyűjtsem össze, és vigyem haza szentelt vizet? Hogy vigyek haza szentelt vizet a templomból? Hogy lehet ez? Hát csináld azt szerintem, hogy megáldatod magát a vízvezeték rendszert a házadban. Ez pont elég egyébként. Odaáll az atya az artézik úton. És akkor, érted? És akkor bármilyen csapot megnyitsz, a szentelt víz. Ez jó, megkérem az atyát, itt Diósdon, drága atyám, áld meg a vizet, áld meg az artézik útunkat, jöjjön a szentelt vízbe, szeretnék keresztet vetni. Rendben, Sekrestyés Balázs. Ezt így csinálom. Kérem, tarts velem a szertartásom. Egy pillanat. Még jó? Nagy a főszentelők nevében, látsz meg, hogy te áldva az artézik út. Hadd folyjon. Mert ugye a templom, és bácsik. A templom nyitva lehet, ugye? Tehát, hogy mehetek templomba. De most akkor minden templomból kiszedték a vizet? Tehát akkor most nincs szentelt víz sehol? Nincs szentelt víz, vinni kell magaddal házi szentelt vizet, 2 decis kis palackban. Igen, és az van ráírva, hogy körte, vagy barack, vagy cseresznyi. Igen, tavalyi nagypapáé, 96-os, ihatatlan. Igen, ihatatlan, ne így megvakulsz. Vakságot okoz. Igen, 2-es látásod lesz, apuskáé, 2007-es, nagyon durva. Igen, tavalyi barack, nagyon finom. Na jó van, szerintem kezd megőrülni a világ. Szarvasok lett. Igen, szaradt a szomszédnak ez a tavalyi, ezt ne teid meg, ezt a bélújéktól kaptuk, ne nyújj hozzá. Ja, Istenem, szegény papaja, képzeld el, szegény papaja. Bizony. Mamajáról nem is beszél. Na jó, hát ha már korona, akkor most megbüntetlek benneteket ezért. Végre. Megbüntetlek. Ne büntetés ez nekünk így. Büntetés. Ma már úgyis a... Ufós téma? Tessék? Mivel büntetsz minket? Mivel büntetlek benneteket? Egy jó ufós témával meg? Nem hozok ufós témát. Egy sokkal durvábbat hozok. Kérlek szépen, hozok nektek karanténűző dalt. Ó, de jó. Az nem, de ez miért büntetés? Hát ez nem karanténűző, bocsánat, koronavírus üző, rossz mondta, koronavírus üző dal. Ez olyanok, mint azok a bizonyos számok, amit ha sokat mantrázol, akkor nem leszel beteg? Ez olyan, hogyha ezt elénekled és megtanuljuk együtt a szövegét, akkor nem leszünk betegek. Jó. Megmutatnám ezt a dalocskát, hogy ez hogy szól. Érdemes figyelni a szövegre. Tárjuk ki a szívünket? Énekeljétek. Tárjátok ki a szíveteket? Ti is. Várjál, Zsül, tárjátok ki a szíveteket. Fogadjátok be a dalt. Énekeljétek a szöveget, és amikor nem lesz, vagy amikor már megtanultátok szeretni, sokszor éneklitek, egészen biztos, hogy nem lesz te koronásod. Lehet?
Aha. Tessék. Nem látod őt, nem hallod őt, nem észleled a vad erőt, a gyilkos szál, hogy földön jár, nem kímél gyengét, leteríti már, de surra némán, stalkon ragad, zódítva rád, fájdalmakat, tüdődbe markol, mérget lel, levegőt vennél, de többé már nem lehet, mit akarsz, hát vírus, gond ki kell még, sok ezernyi ember szenved, ez sem elég, mikor állsz le vírus, meddig jutősz még, nem akar meghalni már több, ifjú sevén, na-na-na-na-na-na, koronavírus, koronád le, hol majd meglást, koronavírus, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, gonosz erő távozz tőlünk, koronavírus, indulj át, menj már haza. Mély bogyraiba, ne mászt testünkbe, halld meg szavunk, és meg hát végre élni akarunk. Mit akarsz hát vírus, akarsz, hát vírus ki kell még, sok ezernyi ember szenved, ez sem elég, mikor állsz le vírus, meddig jutősz még, nem akar meghalni már több, ifjú sevén, hékorona vírus, győzni fogunk. Szeretettel élni fogunk, élni fogunk, na-na-na-na-na-na, élni fogunk, hé koronavírus, figyelj, élni fogunk, élni fogunk, élni fogunk. Nincs rossz hangja? Na, élni fogunk. Még kéli magát. Élni fogunk. Ez egy nagyon-nagyon. Mi a címe a dalnak? Mert rákerestem így, hogy mit akarsz hát vírus, de nem találja. Nincs meg. Mit ártottunk neked, Bali? Mit ártottunk neked, Bali? Úristen, megmire magam lázra. Elkezdett rázni a hideg. Legyen ez az ébresztő hangod, azt kívánjuk neked. Nem mondd, hogy nem jó. A mit akarsz még vírus? Mit akarsz? Hát vírus? Figyelj, ha ezt a korona meghallja, 100% hogy nem fordul be a sarkon. Nem. Napi egyszer lehet, hogy magadnak. Válaszol, vagy hazamegy, hiszen azt kívánja a dalban a szerző, hogy hazamenjen a vírus Wuhanba. Mit akarsz? Hát vírus? Mondd el, mi kell még? Hát nem mondd, hogy te nem írtál dalt a koronához, vagy nem énekeltél, vagy nem írtál verset, vagy nem imádkoztál a fürdőszobában. Nem, én festettem képet neki. Falfirkákkal üzentem. De alapjában meghallgatnék egy zenészt. Rossz, nincs rossz hangja, nem? Hát, tehát, hogy igen, magaddal egy... az imán szörnyű, de hogy nem nincs rossz hangja. Kereszt, mert... tehát azért az elmúlt 10 évben ezzel Eurovízióra jutottak, csak mondom, hazánkból. Tehát hasonló kaliberek nagyjából, tehát kijutottak Eurovízióra. Tehát, hogy azért ez nem feltétlen volt rossz, nem? Jó Isten, gyere ezzel, vallatni le. Basszus, Jézus. Ez még a sezán sem ismerte fel. Jó, ezt most meg fogjátok kapni sokszor. Amikor koronavírusról vagy karanténról beszél valaki, azonnal el fogom inníteni ezt a dalt. Bármikor szóval. Napi egyszer el kell közösen énekeljük. Hogyne? Hát ez lesz a mi esőző dalunk. Vírus. Mit akarsz még vírus? Mondd el, mi kell még? Sok ezer ember szenved, és ez nem elég? Menjél innen el? Vagy hogy volt? Tűnjél innen el? Gyönyörű. Nem mondom meg az előadót, hogy ne tudjátok megnézni. Jó. Ez sikerült elérni. Jézus Isten, szembe mentem az autópályán. Na most ez be fog akadni. Uh-huh. Köszi, Bali. Csak az elejét. Még egyszer picit az elejét. Csak a dalnak az elejét. Figyelj. Énekeljétek együtt. Együtt? Figyelj. A szöveg nem kell most. Nem látod őt, figyelj. Nem hallod őt. Jó, könnyű a szöveg. Ennyi nem volt. Nem észlelet. A vad erőt, a gyilkos szál, hogy földön jár, nem kímél gyengét, leteríti már. Na, ugye, mit meg? Hú, ja, mit igen, a most jön a refrén, szerintem azt tanuljuk meg, a mit akarsz hát vírus, mondd el, mi kell még. Mit akarsz hát vírus? Engedd el, Zsülci, nézzük, a mit akarsz hát vírus. Mérget lel, levegőt vennél, de többé már nem lehet. Mit akarsz hát vírus? Mondd el, még! Sok ezernyi ember szenved, ez sem elég, mikor állsz a vírus? Meddig jutősz még? Nem akar meghalni már több, ifjú sevén, koronavírus, ott volt! Lehol majd meglást, koronavírus, gonosz erő távozz tőlünk,
figyeljetek. Koronavírus. Ez nem egy ilyen végefilm, amikor azt nézed, hogy tényleg elszabadult a pokol. Van, aki jógázik, van, aki imádkozik, van, aki betör egy kirakatot egy 4K-s tévén, van, aki szűrésre megy, van, aki otthon fut, van, aki vajér megy, és közben megcsalja a szeretőjével a feleségét. Tehát egy teljesen megőrült mindenki, valaki meg dalt ír a koronához, érted? És jön valami elpusztíthatatlanul felénk közeledik, mind meghalunk, tudjuk, és azt látod, hogy mindenki teljesen megőrült. És ez egy kis szelet ennek. Hogy mindenki máshogy dolgozza fel a nem traumát. Nem az, aki vajért ment. De vajon, melyik vagy kedves hallgató a felcsoroltakból? Fél 90 fontos. Menj a nyárba el! Jövünk mindjárt a hírek után. Rögtön. Feri, indulj! Megyek! 3:09 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánok mindenkinek, szerda van, csodálatos idő, 8 fok és jeges északi szél, de egyébként tényleg tiszta, és hétvégére már egészen szép, 21-26 fokot mondanak. Kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen összeesküvés a hátam mögött, hogy egyedül maradjak a műsorban. Jani, haja a falon, folyamatosan küzd az elművel, hogy a megberhelt villanyóra. Próbálom meg a szálakat egy kicsit így összebogozgatni, hogy egymáshoz közel időt nyerni, hogy a mágnest el tud rejteni, mint az előző tulajdonos rejtett el az óra alá, és most rájöttél, hogy a nem berheled meg az órát, akkor nem, te is börtönbe baj, kerülsz. Kétszer-háromszor rátekered, de sajnos ez a vezeték, amivel megpatkoltuk a kinti légkábelt, és most nem tudom róla leszedni, mert a hosszú létert az kölcsön adtuk. Igen, kiderült, hogy egy ilyen malomkő méretű mágnes van a Janék órája alatt, úgyhogy jön az elműk közben villanyórát cserélni, azt még le kell szedni. Igen. Feri közben autóba ült, hogy élete kockáztatásával megdrive-os, áthajtásos koronatesztet csináltasson magán, hogy megnézzük, hogy ez valójában hogy működik, mennyire fáj, nem fáj, honnan vesznek váladékot, mennyi idő egy ilyen tesztet elvégezni, mikor van meg az eredmény, és hogy működik, tehát ezt is teszteljük közben. Ezek szerint le tudta feszíteni a kis alfának a tetejét? Így van. Egy rövid kis bikkantás után az alfa már is indult, úgyhogy pici kis tápkábellel megcsippelte az aksit, a kocsi magához tért, úgyhogy száguld a kicsi kocsi Pest felé. Mr. Métorok nem sokára önnön kezével kenetet vesz saját házilag készített garatából, amit átad majd véletlenül maszkos beöltözött, nem tudom, embereknek egy garázsban. Így van. És kiderülne, hogy szerb kereskedő 2 perc alatt elrabolják a Ferit, tudod. És most itt lehajtok a garázsba, 2 napja nem találják a rádió egy műsorvezetőjét, Rákóczi Ferencet. Arra pislog egy kis fény, elindulok abba az irányba. Nem Üllői út 109, Üllői út 102, Feri. És itt van egy garázs, ide most lehajtok. Azóta nem találják Rákóczi Ferencet. Rossz garázsba hajtott, vélhetőleg a rossz szeme vitte végzetébe Rákóczi Ferenc. Az utolsó szó, amit hallott, orosz akcentussal hagyta el egy úriembernek, egy meglehetősen szögletes arcú úriembernek a száját. Nikolaj, megint jött egy felkiáltás. Hallották utoljára a rádiós műsorvezető társai. Davaj, Ragozzi. Davaj. Davaj, szálljok ki a kocsiból. Na, de szóval, viszont... De azért akárhogy is nézzük, 72 óra múlva meg fogjuk tudni, hogy Feri fertőzött-e vagy sem, hiszen ha már lúd legyen kövér alapon, az olcsóbbra fizetett elő. Hát derüljön ki, hogy érted, most a lappangó vidékiek végre álljanak elő a napfényre, és jöjjenek elő a farbába, hogy mi nem mehetünk hozzájuk, meg fertőzünk. Ki a leggyengébb láncszem Velencén? Most már derüljön ki végre. Ő jöhet ide, és most érted, fertőzhet. Én közben sorba állhatok, mert nekem csak annyi jut, hogy 9:30-kor beálljak a sorba az IK-ba, hogy verekedjek a klottyán-flottyán. Ott nem fertőzök. Ha vidékre megyek, és elmegyek a nyaralomba, ott fertőzök, érted? Hát akkor most derüljön ki, hogy a vidékiek is fertőzőek. Derüljön most ki, úgyhogy 9-kor teszték a Ferit. De most mi van, nem jönnek hozzád órát szerelni közben? Most az van, hogy azt az információt kaptam, hogy nagyon jó fej volt az elmű is, a szerelőkről, akik együtt fognak velük dolgozni, a másik szerelőcsapat pedig amúgy is alapból jó fej volt, tehát hogy velük az égvilágon semmi gond nem volt eddig sem. Úgyhogy ők most kommunikálnak egymással, és akkor áttették 10 óra utánra, gyakorlatilag 12 környékére a sztorit. Uh-huh. Tehát addig... Akkor hallgatnak, látod? Persze, így van, és azt nagyon szépen köszönjük. Kaptál még 3 órát, hogy eltüntessék nekünk sérelmény nyomot az órát. Így, hogy leszedjem, hogy lefeszítsem egyrészt a mágnest az óráról, másrészt pedig, hogy a nővéremik fagyasztójába átvigyek mindent az elkövetkezendő 72 órára. Igen. Engem is megihletett a nóta, megszólal a nóta, csökken is a kvóta, kiszárad a nílus, te okoztad vírus, Vadon Jani szédül, Rákóczi meg kékül, Balitöli a stílus, mit akarsz, még vírus, írta nekünk egy hallgató. Ez kb. Ugyanaz, mint... Tökéletes. Mint az a dal, most a szerzőjét előadáját mondjuk, ugye? Bemondhatjuk, de nézzétek rá. Kovács Gémes Julianna. Kovács Gémes Julianna. Koronavírus üző dal.
koronavírus űző dalt írt, és én ezt le is adtam, és az a durva, hogy ez a mit akarsz, még vírus. Hogy maradtak hallgatóink. Egyrészt, hogy maradtak hallgatóink, kettő, hogy dalamtapadásom lett. Tehát a mit akarsz, még vírus, az annyira beleégett most a fejembe. Nekem is egyébként. Mit akarsz, hát vírus? Mit akarsz, mondd, hát vírus? Még sok ezernyi ember szemben eselik. Mit akarsz, még vírus? Anyád! Igen. Na, mikor hívjuk felét, hogy hol tart? Vírus? Persze. Nem megkapod a dalt. Na, indíts, jó, a refrént keresd meg, Zsűr. Jó? Már többi, semmi. A refrént keresd meg, és amikor, ja, amikor szólok, akkor... Hát vírus! Op. Mondd, ki kell még! Sok ezernyi ember szenved, ez sem elég. Mikor állsz le, vírus? Mondd, itt jutasz még! Nem akar meghalni már több ifjú sebét. Koronavírus! Koronát lehull, majd meglást! Koronavírus! Ugye, hogy... Hú, de jó. Nagyon jó hoztad. Igen, kicsit minden vasárnaposan, hogy írt az egyik hallgatónk. De... Nagyon, nagyon durva, és tényleg meg lehet vele kínozni embereket. Jó. Na, hívjuk Ferit, hogy mi a helyzet. Begyűjtte már Pestre a négy ökrös szekérrel. Mi a helyzet, Ferit? Itt a karcát vírus. Ugye, hogy jó? A vírus. Ó, gyerekek, az autópálya. Indulj el! Menj el szűrni! Tűnj a pokol, mi magyarai van! Nem ugyanolyan kellemetlen. Ugyanolyan kellemetlen a hangod. Na, Jani, szörnyű gyerekek. Igen, a hölgy se erős, azért így érek technikailag, de hát az a Jani óriási vagy, óriási vagy. Az... Na. De ha hatnál... Végre! Élni akarom! Halad? Igen, ha használ egyébként a dal, akkor én napestig elhallgatom, tehát hogy igen, nyugodtan. Igen, azt csinált, hogy előzi. Hát látod, emberek ebben hisznek, hogy ők már koronavírus dalt írnak. Hát megőrül. A világ teljesen megőrült, azt gondolom, hogy kifordultunk önmagukból, és észre se veszünk, hogy kezdjük megőrülni. Milyen a forgalom? Simán? Nagyszerű, az M7-es autópályán nagyon jól lehetett haladni. Már az M1, M7 közös bevezető szakaszán vagyok, és mindjárt odaérek a svéd áruházhoz, úgyhogy adok egy gyors helyzetjelentést, hogy a tegnap reggeli sorba állás az vajon a mai napon is megvan-e még, mert ez egy pont a másik oldalon van. Egy ragasztó helyre tudsz beugrani, nekem felé egy kis kókuszgólyó. De csak visszafelé. Én olyan kiábrándult voltam tegnap, én ezt elmondtam, én ezzel olyan szomorú voltam. Én azt hittem, ez a két hónap ez valamit megváltoztatott bennünk, és tegnap az IKEA előtt tomboló sor, az ráébresztett arra, hogy valójában nem. Menthetetlenek vagyunk. Abszolút, tehát az van, hogy nem, egy koronavírus sem ment meg bennünket saját magunktól. És mondom neked, hogy a mai napon is tele van a parkoló, sorbaállást azt nem láttam, lehet, hogy túl gyorsan jöttem hozzá, de a parkoló az tele van kocsival. Valaki 8-kor beállt a sorba, olvastam hozzászólások, hogy 8-kor beállt a sorba, mert azt mondta, hogy az áraz úgy csinál, hogy beenged 500 embert, és nem enged be többet. És ugye azért álltak sorba, mert hogy félnek attól, hogy az 500 zombi az bent bolyog majd estig. Amiben van valóság, mert hogy nem veszel semmit, csak bolyongsz. Végre nem vagy otthon, az is egy program, kiszabadulsz a karanténból, hova menjünk? IKEA-ba. Ugye? Tehát valószínűleg 500-ból a 250 az nem is akart semmit venni, hanem program lehetőségként beállt a sorba, hogy ő ott álljon, mert az is jobb, mint otthon. És bolyongott kicsit a piac téren. Most nagyon pedig csak azért nincsen sor, mert a kocsiban alszana. Vannak, akik hajnalban odaparkoltak, mint egy rockkoncertre a Rolling Stonesban a 70-es években, hogy bejussanak az IKEA-ba. Szóval, és ha bejutsz és nem vásárolsz, akkor viszont végigpróbálod az összes ágyat. Hogy jaj, most ágymatrasztot, kicsit lefekszem, kicsit megnézem, hogy ez milyen, ennyire kényelmes. 100%-ig biztosak lehetünk, hogy vannak, akik ilyen élményvásárlók, persze, vagy egyszerűen csak azért bemennek, körbenéznek. Persze, két hónapja be most aztán meg pláne. Így van. Kellene nekik a régi impulzusok. Impulzus van, hova menjünk, hideg van, menjünk be a svéd áruházba, és akkor ne vegyünk semmit, de végén fogja meg egy gyertyát, hogy ne legyen feltűnő, azt bolyogjunk két órát. Értem, persze. Ilyen legyen nálunk valami. Veszelnek szemben magadnak egy Virnelund állólámpát, aztán pénztelen meggondolod magad vissza, de ezzel is elmegy másfél óra. Na, itt vagyok. Hol? Mi? Eddig hol voltál? Nem, bocs, csak a gyerek bejött, mi van a békákkal. Megkeressük a békákat, kicsi, megkeressük.
Már van békátok is, ezt nem is, igen. Ezt nem is mesélted, hogy mangó igen, mellé igen. Egy béka is beugrott. Igen, berakták egy lexikonban, lepréselték. Igen. Van két tengeri malacunk, három békánk, négy kuvaszunk és kettő darab lapos tetű, de az csak az enyém. Igen, és ez az egyik hozott anyag. Igen, ez egy kicsit intimebb, de ha már a házajátokról beszélünk, akkor ennyi minden van. Na figyelj, akkor a tesztet úgy csináld majd, hogy azért amikor orrom, garaton szúrod meg, mondja, tehát ne úgy kapcsoljunk vissza, hogy már, ne, már kész vagy. Ne, már persze megyek addig. Fíj, én megállok semmi. A bejáratnál, ha megtaláltam, megvárom a hívást, és elejétől a végéig megcsináljuk. Végig az, hogy odaállok. Mi történik. Inter. Így van, hogy a, igen, benyúlt-e a maszkos ember, kérte, hogy legyen rajta mi szájmaszk, akkor hogy csináljam meg a torokkenetet, mindent abszolút végig. Nagyon helyes. November még arról beszéltünk, hogy 10 nap alatt, vagy 6 nap alatt építenek kórházat a kínaiak. 3 vagy 4 hónappal később bejutottunk oda, hogy drive koronatesztre mész egy stadionnak az aluljárójába, vagy a garázsába, vagy az alaksorába. Tehát ezért ez tényleg elképesztő. Na jól van, okerka, hát akkor hívunk 9 után, érkezz meg, és akkor átcsörgünk, hogy mi a helyzet. Jó forgalom, jól lehet haladni, minden ok? Nagyszerű, az Egér út kiválóan járható, a Rákóczi hídon fogok áthajtatni a Pesti oldalra. Hát akkor dudáljál magadnak, Hát gyerekek. Jó van, lőjél majd egy friss szelfit a Vasvarjónál. A Vasvarjó, ott leszek, és ne felejtsétek el, budapestiek, hogy mi vidékiek jöhetünk, de ti sehova. Aha, hát ne felejtsd el, hogy elég nehéz lesz kimosni a kabriódból a sok kulát, amit eldobálnak. Tedd már ki a kocsit, mondom, hogy ezt a táblát elolvasod, akkor fordulj vissza, rossz. Ha Pösti vagy, és el tudod ezt olvasni, fordulj vissza, gyökér. Ezt tedd ki, és így gyere Fejér megyébe, amikor jössz visszafelé, hogy ha Pösti vagy, akkor azonnal fordulj. Igen, bármikor, bárhová. Jó, és itt Pesten pedig olyan táblát teszek ki, hogy vidéki vagyok közöd. Igen, ennyi vidéki vagyok ennyi. Ha akarok, tüsszentek. Ha akarok, habcizok. Te viszont ne gyere hozzánk tüsszenteni, habcizni. Maradjál otthon, mert a Györfi Pali visz majd haza. Na jó, van, hívunk, akkor 9 után. Ki jó. Az elakadási jelzőleid. Igen. Mit akar még vírus? Hívjatok! Ciao, ciao! Hello! Add a dalt, Zsult! Add a dalt! Jöhet a dal! Csak a refrén. Mit akarsz, hát vírus? Hey. Mondd, ki kell még! Hey. Sok ezernyi ember szenved, ez sem elég, mikor állsz le, vírus? Meddig gyötörsz még? Nem akar meghalni már több, ifjú sevén! Na-na-na-na-na-na! Koronavírus! Koronát meg hol majd meglásd! Koronavírus! Na-na-na-na-na-na! Na-na-na-na-na! Gonosz erőt támasz tőlünk! Koronavírus! Ez a durva, én ezt szeretem. Jó, megcsináltam 1100 Balázsó, tehát ezt én értem, jó, hogy én egyben picit azért úgy otthonosan mozgom. Jó. Tehát valójában nekem ez a közegem. Tehát teljesen jól érzem magam ebben. Lubickolok benne, és azt akarom, hogy nektek is legyen ez a fajta nagyon erős szekunder szégyenérzet, ami nekem már egyébként nincs. De nekem nincs. Tehát, jól ér, nekem nincs, tehát jól érzem van, magam benne. Elkezdtem azonosulni ezzel a szöveggel, és a legjobb rész egyébként számomra a most következő rész, ugye az indulj el, hát menj már haza. Nyomja, ebben van valamiféle kis gyermeki naivitás. Menj már haza, tűnjél pokol, mély bogyraiba, ne mász testünkbe, halld meg szavunk, és meg hát végre, élni akarunk. Mit akarsz, hát vírus? Mondd, ki kell még, sok ezernyi ember szenved, ez sem elég, mikor állsz a vírus, meddig gyötörsz még, nem akar meghalni már több, ifjú sevén. Rotációba. Rotációba. Győzni fogunk, szeretettel itt észre. Jó, tett kis zsümmel, én is megjövök, kösz. Ez a dal idézőjelbe, de maga a vírus. Tehát a dal. És igen. Bele fog mászni a fülecskétekbe. Bele minél fog többet mászni. Halljuk ezt, annál inkább fogunk küzdeni a vírus ellen, hogy végre tűnjön el a vírus, a dallal egy. Ha csak rosszat szóltok, drága hallgatók, ha csak a szátokra vesztek, ha csak megemlítitek, hogy ma kicsit fáradtabb vagyok, ha csak megkérdezitek, hogy mi a baj, Balint, igen. Ha csak úgy érzem, hogy valamiféle kis megpiszkálás van a dologban. Mi volt meg itt ez az őhű? Mi volt ez a nyelveklés? Mi volt ez, miért, ez, miért nyelsz, Bali? Miért eszem? Megkapjátok nagy dózisban. Jani már megint miért utál mindenkit? Feri, miért kussol?
Azt mondja, megkapjátok. Miért nem kaptam meg az ajándékcsomagot? Bármi jön, rögtön megy olyan vírusos dolog. Igen. Hát nem egy Wikidál írja valaki, te meg rohadjál meg, Pali. Na, figyeljetek. Jövünk akkor, jó, és akkor megnézzük, hogy zajlik a teszt. Lehet jelentkezni még egyébként a játékunkra, és mi pedig 9 óra után kapcsoljuk Ferit az áthajtásos koronavírus tesztet. Nézzük meg mi is, hogy hogy működik, mennyire fáj, mennyit kell sorbálni, mi történik, hogy zajlik a mintavétel. Úgyhogy Ferit mindjárt letesztelik egy mély garázsban, ahol ugye felállították a mobil tesztelő állomást. Jövünk a részleteken. Mindjárt 3 perc múlva, pontosan 9 óra. Balázsék! 9 óra után 13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Lőrinc, mi a helyzet? Elfúrták már a nullás kábeledet? Ne, most az a legutóbbi info tényleg, hogy déltől várhatom. Látod, hogy hallgatják a műsort is. Reggel igen, és nagyon szépen őket. Köszönöm azokat a megnyugtató SMS-eket, illetve a Viber üzeneteket, amit kaptam a hallgatóktól egyet. És ezt meg is köszöntem. Hogy nem lesz semmi gond, gyorsan fognak végezni a kollégák, mert hogy egy nagyon kedves villanyszerelő úr írt nekem, hogy 20 perc alatt végezni fognak, úgyhogy azért előre még ne kössen fel magam. Én is azt gondolom, hogy kicsit túl hamar kerültél pessimista hangulatba, tehát... Még semmi nem dőlt el, hogy át kell fúrni a födémet, és te már gyászoltad a házadat közben. Lehet, hogy behúznak egy vezetéket, átkötik, az megy a villanyrezsód, érted. Hát azért nem? Mit vettél? Indukciósat? Vagy mit vettél? Nem. Csak simát, de ilyen kerámai laposat, vagy minek. Mit tudom én, hogy hívják ezt? Nem indukciósat. Ja, simát. Aha. És ez vágja meg annyira a villanyórádat, hogy ezt már nem bírja el. Igen, elképesztő. Elképesztő. Úgyhogy sajnos ez már így nem megfelelő. Hát ezt még lehet, hogy Edisonnal együtt szerelték azt a villanyórát, ha nem bír el egy sütőt, nem? Tehát azért ez egy mai darab, akkor ráteszel egy plusz sütőt, és nem bírja el. Tehát most nem egy izét raktál rá, egy 320, nem tudom, vagy 3000 milliamperes fogyasztású, még nem Tesla tudom. Még Tesla is ott volt azon a termékben mutatóan. Az biztos. Na, gyerekek, nézzük az, ami az időjárásunkat illeti. Ma egy kicsit hűvösebb idő lesz, hideg front szalad át rajtunk újabb, sokadik. 13-14 fok lesz a csúcsőmérséklet, és ehhez társul egy kellemes kis észak-északkeleti szél, ami néha viharossá fokozódik, de holnaptól megelegedés indul kis hazánkban. Pénteken 21, szombaton pedig már 24 fok lesz a csúcsőmérséklet. Akár 28 is. Akár 28 is, azért az nem gyenge. Így van, ez attól függ, hogy milyen koronatesztet használsz. Lehet, hogy negatív vagy, lehet, hogy pozitív vagy, érted. Attól függ, hogy hova mentél tesztelni, és mennyibe került. Ez ilyen egyszerű. Na, szóval, hogy jön a jó idő. Az időjárás jelentés és az irritációmentes allergia szezon támogatója az Allergodil. Gyerekek, és ezt valaki látna, hogy mi már tök vakon csináljuk, hogy már be sincs kapcsolva a kamerám, már nem is látlak téged, a Zsül már tudja, hogy mikor viszem le hangsúlyt, arra ráindítja az időjárást, hogy ez komolyan mondom, mi a saját magunk hatása alá kerülök, hogy ez olyan vakon, érted? Tehát nincs kamerám, semmi, Zsül már tudja, ott viszi le, rányomja a szignált, te átveszed, tovább szaladsz vele, átpasszolsz, bebukfencezek, érted? Tehát ez hihetetlen, komolyan mondom. Na! Ti is halljátok, hogy a Ferének a mikrofonja egy kicsit bekapcsolva marad, és halljuk, hogy mi történik el ezt a cégnél. Húzd le a zenét, Zsül, húzd le. Nem. Az előbb hallottam Somát. Hallottam én is. Igen, hogy ment a győzködés. Igen, hogy... Add be. Soma tanul éppen, gyerekek. Home office tanulást hallunk, mert ugye a Feri ott maradt a mikrofonja, néha beadjuk néha. Igen. És hogy milyen durva lenne, most BK-hoz megérkezne valaki. Soma, Panna, légy szíves, menjétek be a szobába, és zárjátok be az ajtót. Menjétek, fürödjetek meg egy nagy kábli. Tibi, egy kicsit előbb jöttél, de a Feri pont elugrott egy koronatesztre. Végre lepattant. Végre, na. És megkapcsolva marad a mikrofon. Feri elment koronatesztre, a gyerekek fönt a szobába tanulnak, siessünk, nincs sok időnk, mindjárt visszajön. A colos nincs itt, biztos. Hova tegyem a kamuszer számos ládát? Oda leteszem, jó? Jó van. Na, ne jöjjön ki a fürdőszobának az ajtóját. Semmiképpen jöjjönek ki a kicsik. Nem, jó lesz. Meddig tanuljunk a szobába? Menjetek fel a szobába, zárjátok be az ajtót. Na, gyorsan kezdjük, jön a colos vissza. Hallgattam a Balázsékat, most ment koronára. Nem, a rózsaszintűről közel tiált. Na, gyere, Tibi. Ekkora kenyók vagyunk. Na, viszont... Ami hősünk, Mr. Métorok elment, hogy önkezüleg vegye le saját magát koronára, vagyis saját magát veszi le, mert hogy áthajtásos koronatesztet csináltatunk, és Feri megérkezett a célállomásra, már ott van a garázsban, vagy a garázs előtt, ha minden igaz. Haló! Haló! Haló, elektor kalandor!
Haló, haló, Feri, reméljük jó garázsba mentél. Lehet, hogy már az asztalon fekszik, és veszik ki a vesét, aha, mert kettő garázsal arrébb ment? Nem, most próbálj meg egy csípesszel elérni a garatába, csúszott fapát. Vagy találtak két fénykardot, egy matchboxot és egy traktort az orrába. Na, mi van? Itt vagy, hello! Hát nehéz, ha nem hív föl a zsűr. Igen, nehéz, kicsit késő hívtunk, ne... éreztem, igen, igen, igen. Zsűrti szegényként kérdezte, hogy itt legyél, végig mondom, nem, majd hívunk, igen. De na, mi újság, megérkeztél? De ki az a Peti? Basszus, igen, bekapcsolva maradt a mikrofon. Csak mondom, hogy bekapcsolva maradt a családi mikrofon, hogy írjál a békának, hogy nem most hasítson szíjat a gyerek hátából. Igen, nem most üvöltöz vele. Nem most üvöltöz vele, adásba vagy ezek a genyók beállnak végig. Igen, most már az előbb, hogy jó szülők vagyunk. Az előbb már azért észleltük egy kis, hát hogy is mondjam, csak ellenállást Soma irányából. Igen, ó, nem akarta lelkembe ülni tanulni, de nem baj, ez a miénk se. Tehát, hogy ez egy közös baj. Hát vagy pedig igen, a nem szót gyakorolta többször egymás után. Igen, ez megúszhatatlan, és minden nap ez van. Itt vagyok! Na! Itt vagyok! Jó helyen? Látsz nagy feliratú koronateszt, welcome Feri, gyere be, nem mész ki, ugyanitt vese eladóban, bármi felirat? Hallottad magad után csapodni a vashajtót? Kérlek szépen, ezt a hátsó bejáraton kell megközelíteni, az Albert Florián út felől, a Fradi csarnokot, és egy szerintem nagyon jó nő áll a bejáratba, de nem látod, de ez tetőtől talpig be van öltözve. De én azt vizionálom, odahajtok hozzá. Ennyi home office után már azért felértékelődni. Bárminek tud kerülni. Védőfelszerelésben van teljesen? Behajtás csak tesztállomása, igen, teljesen föl van szerelve, kezeit csókolom, jöttem szűrni, drágám, jó helyen vagy, illetve nem tudom, hogy drágám, de maga egy hölgy, ugye? Igen. Jó, de van írva, hogy Zsófi, várjál, Zsófi, csak el van mosódva rajta. Mit adjak Zsófi életem? Aha, kapok most gyűrűt valamit. A mobiltelefon, a pénztárcát. Igen. Pénztár. Ha várjon, még nem akarok fizetni. Nagyon profi, a pénztárral kezdenek. Igen. Tök profi, halálprofi. Halálprofik. És utána majd a tesztállomásra a kollégáim. Tesztállomásra megyek. Ezért kérem, itt a felirat előtt is. Felirat előtt, be. Jobbra. Kollégáim majd segítik a továbbhaladáson. Kérem, nagyon köszönöm, Zsófi, csókolom. Figyelj, fő kell húzni az ablakot, nem lehet. Igen? Itt most, várjatok. Tudják, most hogy vidékről jössz, tudják, nem lehet, hogy egy autómosóba mentél be véletlenül? Figyelj, ha jön egy csávó felét gőzborotvával, szóljál, hogy rossz helyen vagy. Igen, ez akkor nem szűrés, ez egy autómosó, Feri, azért kell fel. Egyes, ki van írva? Mutassa fel az e-mailben kapott QR kódot, amennyiben beutalóval érkezett, nem nincs beutaló. Vegye elő a használni kíván bankkártyát. Vegye elő a szerszámját, most vegye elő, csak egy poén. Érted? Azért profin csinálják, mielőtt bármit tesztelünk, csengessél haverhez. Mielőtt bármi történne. Figyelj, óriási, mert mindenki ilyen tényleg űrruha van, teljes mat. De sokan vannak? Igen, itt Zsófi volt, most itt áll két ember, azt mondja Alex, a hátára van írva, Alex az egyik, a másikat nem látom, plusz van egy kis konténer, amire rá van írva, hogy pénztár, tehát ez a biztos, fizessünk először, még mielőtt bármi történt volna, de hát igazuk van, Alex fertőtleníti a bankkártyát, gyerekek, beszarta, már hogy, bocsánat. Na, minden megy. Tudják, minden hogy honnan jössz, érted? Fehér megyéből, persze, hogy fertőtlenítik a bankkártyát. Ja, várják, ki kellett volna töltenem. Rákóczi Ferenc, születési hely, idő, miért kell lesz nekem Orosháza, 1970-01. Ja, bankkártyája, szívikorja, lejárata, és 10,4 repülőjegyet vettek a bankkártyára. Nem, ezt nem diktálom be. Lakcím. Na, ezt beírom, hogy Velence, érted? Mert ezt hadd irigykedjetek, és egy aláírás kell még. Jó, megvagyok, igen, Alex már integet, hogy ne szarozza ki. Álljak meg. Alex, jó napot kívánok! Ez egy jóváhagyás. A toll az enyém marad? Igen, azt mondják, hogy egy tollat egyszerre használnak. Igen, meg kesztyű nélkül fogtad meg. És várjál, fertőtlenítenek. Alex, összeért a gumikesztyűnk, az nem baj? Nem baj, azt mondta, jó. Ja, hogy pont azért van. Lehet, hogy nem fertőtlenít, hanem Alex csak a terelő. Egyébként Gáspré van nála, és rohadtul nem Alexnek hívják. Ha leveszi az órádat, akkor figyelj. Várjam meg a jel. Már így csinált a kolléga. Mehetek? Köszönöm. Ja, föl kell húzzam.
Hogy néz ki maga az állomás, Feri? Egy garázsban van kialakítva? Nem kellett lemenni egy garázsba, egy nagy sátrat húztak fel, és kettő darab állomás is van, ahol mérnek. Itt most egy kis kollégina elvezetett engem idáig, őt MSE-nek hívják. Aha. MSE szemüveges, ez látszik. Hogy nem lehet, hogy Alex gyorsan átöltözött, és felrakott magára új táblát, és nem három emberre csávóban ez mindig ugyanez. Figyelj, két állomásos, tehát kettő autót csinálgatnak egyszerre, de pont azt akartam mondani nektek, hogy ugye egy 10 percre érkeztem, és a 10 perc alatt jött körülbelül 6 autó, tehát folyamatosan megy a tesztelés, és úgy tűnik, hogy népszerű a szolgáltatás, tehát hogy megy és működik. Ez egy autóban? Nagyon. Azért elkezdik leszedni a kerekeket, akkor figyelj oda. Három autót csinálnak egyszer. Igen. Ha kérik a kerékört, akkor rossz helyen vagy. Akkor ez nem a mi tesztállomásunk. Csendrend, figyelem, senki nem beszélget velünk, tehát nincs olyan, hogy parolázunk, meg dumálunk. Minden egyes pont között föl kell húzni felhúzott ablakkal? Aha, tehát igen, akkor viszonylag szigorú a történet, és mindenki védőruhában. Nagyon profi, nagyon profi. Csak ott tudod lehúzni, amikor ők kérik, tehát a bejáratnál, a pénztárnál, ugye, és a tesztelésnél. Két ember csinálja a tesztet, óriási monitort látok magam előtt, és nagyon várom, hogy végre odahajtsak, és megkapja én is a kis tudtomat. Figyelj, hosszabban matatnak a bankkártyáddal, leírják a három titkos kódot, és a 16 darab számod, de ez egy megvan hamar, úgy. Az előttem a tesztelő autó kihajtott, és óriás fertőtlenítés van, mind a két mintavételező, Csokolom MSE, mind a két mintavételező lefertőtlenítette magát, megállott. És odaadta már a pálcikát, ezt megkaptad? Lehúzta, várjál most. Jó napot kívánok, Csokolom. Hello, mi a keresztneved, drága? Dorci megfordult, és a hátán van. Hello, és itt van velünk, még nem tudom, kicsoda, Barna. Dorci megfordult, és a hátán van? Igen, ők a felügyelő. Mi fogjuk a mintacsem magot a nevethetsz? Azt mondja, pár perc türelem. Jó, azt mondták most, hogy a mintacsomagot most a nevemhez párosítják. Ilyen QR kódot nem kell mutassak? Dorci. Ja, hogy engem már itt előre meg... Na, jó van. Az a lényeg, hogy kapsz egy QR kódot, azt le kell olvasni, és mindjárt megkapom a mintacsomagot, amivel levesszük majd a mintát. És akkor azt te saját magadnak tulajdonképpen? Én csinálom a mintavételt, ugye? Nagyon jó. Mit kell tudnom róla? Mindent fogtál, Ja, hogy a monitorom. Én ezt átadom, és én legyek egy készletet, szerintem mi mennyit kikérnek. Jó. Csak mondom, kaptam két... Várjál, van egy nagy nájlonzacskó, egy kis nájlonzacskó. A kis nájlonzacskóban van egy fiola, és van egy olyan eszköz, amit ön nagyon félek, hogy azt kell lenyomni a torkomon. Ez körülbelül 15 centis, ez a cucc, és ezzel kell majd a mintavételezést szerintem megcsinálnom. Az jó, nagyon gyanús, hogy az úgy tűnik, igen. Ez egyben egy omortükrözés is, tehát hogy ez egy ilyen kis kellemes dolog. És előtted van egy monitor, amin majd látod a lépéseket? Igen, hogy mit kell csinálni. Ez nagyon profi. Na. Fertőtlenítsem, Dorci az előbb is fertőtlenítette. Dorci kérdez meg, fertőtlenítőben jól állnak, fertőtlenítőben van. Kérdezd meg Feri a Dorcit, hogy megy neki a Heimlich-féle műfogás, mert lehet, hogy szükséges lesz. Dorci, a Jani azt kérdezi, hogy a Heimlich-féle műfogás megy neked. Ha lenyeled a pálcát. De ti orvosok vagytok, vagy orvostan hallgatók, vagy kis... Nem, én pedig kűrös vagyok. Tegnap még... Igen. Andrea itt van, ő vigyáz ránk. Fertőtlenítettem a kezet, mit csinálok? Barátnője vagyok, csak hallott. Mindig látom, hogy mit kell csinálni. Indítja a tévét, oké, fertőtlenítse a kezét, oké, ezt már megcsináltuk, most már... De hol van a monitor? Előtted? Tehát előtte látsz egy monitor, vagy beadtak egy monitor? Van egy televízió készülék, de ahogy is nem. Előttem van egy nagy... Andrea? Ő Andrea? És ott a tévé megy rajta. Nem. Igen, csomagolja ki a mintavételi eszközöket. Kicsomagoltam, kivettem a nagy borítékból, kivettem a kis borítékot. A kisi tasakból vegyem ki a csövet, egy erős mozdulattal rázza meg a kémcsövet. Igen, mindjárt most megrázza. A drágját, egy picit pucsítsak, és utána egy határozott mozdulattal szívja fel az áronszával a csövet. Ez egy ritka koronavizsgálat. És amikor nyomást ér ez a manduláján, jó. Ott meg húzza ki. Vagyok. Várjál, most jön a lényeg. Csukott szájjal és ajakkal köszörülje meg a torkát háromszor. Na, ott mondjuk eltűnik a korona, ami ott följön. Ott a nikotin meg a kávé, az meg a vér, az fölszívja.
mű, ez az. Ugye, Mária, a két végén lehet, de akkor most újra kell köhögjek. Teker vissza, légy szíves. Azt mondja, itt valandi, azt mondja, jó, mélyről. Igen. Jó, kiveszem a pálcikát, várjatok, ezt rögzítem azért, hogy legyen képünk a Facebookunkra, így. Á, igen, és mit csinál? És most csinálj úgy, mint Linda Tyler Rockóval. Hátra kell döntjem? Várja, hátra kell dönteni a fejt. Nagyra, nem vagy egy Linda Love lesz, azért ez hamarabb megoldaná. Hát és hova dönzölöm? Mandulámhoz? Nem vagy egy Dolly Buster. Basszus, gyerekek, ezt le kell nyomni a torkunkig, és a hányok... Szerinted miért nem mi mentünk? Na, csak leesett neki. Hihetetlen ez a sár. Hihetetlen, hogy most jöttél rá, hogy megint tesz is. Hogy van? Mondjad? Hogyan, Feri? Hogy leálljon magam, ne szórakozatok. Csináld még, ez még nem volt alapos. Ezért nem kellett tenni. Mondjad? Szóltál? Mert ezen a héten már hárman hányták le, Dorci. Bajba vagy? Várjatok. Rosszul vagy? Azt mondom, hogy nem bírom, mert hányni fogok erre, azt mondja, nem baj, csináld még, jó, a hang nagyon jó, hang a nagyon jó. Baj van, Feri? Mondani akartál valamit? Akarsz mondani valamit, Feri? Így van. Az első viszik a pénztárcádat? Lecsatolták a Breitlingodat? Hány jó reflex van? Kérje két sült krumplit is, Feri. Igen, elvitt erre. És egy Big Mac-et. Nagyon jó. Nekem egy Rebel Whopper, köszi. Mit csinálok? Azt a hú, ez nem hallott, nem hangzott kellemesen, Feri. Nem, ez saját magadtól van, hogy mennyire vagy hányós. Én nagyon... Te tudom, te és hányos a vattával lefelé behelyezem, igen. A cső nyakánál törje el. Hol? És ott rakod vissza. Aha, meg vagyok. Igen, jó. Most a mintavételi csövet visszakezdem, ráteszem a kupakot. Elmegyünk gyorsan hírezni, és akkor visszahívunk még utána, hívunk, hogy mi történt. Jó? Jó. Jó. Jó? Mónikát, Dorcit csókoltatjuk, azért mondd meg neki. Dorcit, puszi a Balázs. Mind a ketten kapcsolatban vannak, Feri, ne repülj rájuk. Jó, köszönöm. Kérdezik, mindjárt, hogy a bögrét mikor külditek. Tudjuk ezt. Jövünk mindjárt, jó, hívjátok. Pontosan jövünk rögtön a hírek után. Hívunk, ciao. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Itt vagyunk, 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva, és itt van velünk Feri, mert hogy folytatjuk még a tesztet, ugye az áthajtásos, megdrive jellegű, vagy drive jellegű koronatesztet, ami egyébként baromi profi, hogy Feri elmondja, odamész mindenki maszkban felöltözve, kesztyűben, egy monitoron látod az utasítást. Beöltözve védőfelszerelésbe úgy, hogy Ferenc pedig felhúzott ablakval állomásról állomásra megy, és közben végrehajtja, amit neki vagy személyesen, vagy monitoron keresztül mutatnak, vagy mondanak. Éppen ott tartottunk, hogy meggégészte saját magát, és hát Linda Loveless meghazutoló rutinnal nyelte le a 15 cm hosszú kis pálcikát. Sikeres volt a mintavétel? Elfogadták? Óriási volt. Azt mondták, hogy embert szenvedni még így nem láttak ezen az állomáson, mint engem. Kérdezték, hogy van-e valami ilyen beakadásom hosszú tárgyakkal a torkommal kapcsolatosan. Mondtam, hogy semmi olyan, amire van maga gondol, kishölgy. Figyelj, gyakorlatilag semmi, tehát a torkot két oldalát kell így megsimogatni ezzel a pálcikával. De valamiért nekem ez egy ilyen hányási ingert váltott ki. Sokan vannak így, akik ezt nem bírják, igen, egyébként. Igen, ez de már kitakarítottuk az autót. Igen. Kérdezte egy hallgató, hogy és nem fura pia nélkül, Feri? De az általában, amikor már ennél a résznél vagyok italozás közben, akkor már nem ilyen rossz, tudod, amikor igen, saját magadat próbálod egy kicsit könnyíteni. Na, a lényeg, hogy utána a kis fiolába bele kellett dugni ezt a pálcát, eltörni, rácsavarni a kupakot, kis fiolát betenni a kis nájlonzacskóba, kis nájlonzacskót a nagy nájlonzacskóba, azt légmentesen lezárni és átadni Dorcinak, aki elvette tőlem. És akkor itt tokkal vonóval mennyi ideig tartott az egész? Hát, hogyha nem pofázunk ennyit, akkor szerintem ez 3 perc körülbelül. De nagyon jó, profi. Az jó. Ez tényleg az 3 perc. És akkor 72 óra az eredmény? Igen. Igen, mondtam, hogy így kacsintottam, hogy ha már ilyen csókos vagyok, akkor ez hadd jöjjön már ki hónapra, visszakacsintott Dorci, nem kérte el a számomat, tehát nyilván ez a kacsintás arra vonatkozott, hogy megjön holnapra. Igen, hogy megvesz az eredmény, igen, nem azért, hogy igen, egy kártyán átadja a telefonszámát. Ennyi, de nagyon sokan jöttek, én kérdezgettem közben, mondták itt a srácok, a csajok, hogy gyakorlatilag folyamatosan jönnek az emberek, most egyelőre még csak 8-tól délig vannak, de ha még többen, akkor majd nyilván lesz ez tovább is. És mindezt úgy, hogy kiszálltál a bankautójából.
Így van, igen, nincs még kifizetve, de magunkénak érezzük, tehát nem is kell. Minden állomáson adnak készfertőtlenítőt, sehol nem nyúlsz hozzá, elveszik a bankkártyádat, lefertőtlenítve adják vissza, mindenki gumikesztyűbe és ilyen teljes testes ruházatban van. Na jó van, hát akkor várjuk az eredményt, reméljük, hogy nem lövünk öngolt, hogy kiderül, hogy koronás vagy, mert az minden viccet megérne, hogy hűlünk itt a műsorban, elmisztesz, és kiderül, hogy masszív a vírusordozó vagy. Ferenc, jöjjön már vissza, legyen kedves, még egyszer csináljuk már meg a tesztet, mert átom valami. Viszonylag nagy öngol, Ja. Na jó, hát akkor tényleg, profi, akkor várjuk az eredményt. Ja. Jó van. Helyes, várjuk az eredményt. Hát micsoda, hát most itt a fővárosban autózom, iszom valamit. Nem úgy van, mint nálatok, itt jelent, minden zárva van, itt nem teraszozol, itt nem ülsz ki sehova, csak elvitelre, mi még itt a régi időket éljük, nem úgy, mint a vidéken, érted, hogy itt dőzsölsz, ott dőzsölsz, itt minden meg van zárva, itt nem ülsz ki. De jó hallani, hogy ennyire jó kedved van, elmész a bezárt kórhelyhez? Igen. Köszi, nagyon várom tényleg. A lódozást. Igen, de lehet, hogy oda húzok valami teraszra egy széket, és veszek egy ilyen elviteles tényleg kávét valahol. Azt megteheted, hát nem? Figyelj, egy két órára kinyitod a teraszt, érted? Annyi belefér, sütsz, limonádé. Ott nem nagyon ihatod meg se teraszon. Ha maximum illegálisan föl kiülsz a teraszra, igen, és akkor szólnak, hogy igen, nem, azt jó, akkor sokkal jobb tervem van, bemegyek a rádióba, és összefertőzöm Zsült. Az jó, egyébként köszönj be neki. Köszönj mész be neki, a listával, amit Béka írt össze az IKEA-ba. Igen. Flottya, lötyen. Egyébként röhögni fogsz, de mondta a Béka, hogy ha nem állnak sokan, akkor bemennél valamiért. Mondom, köszönj. Mennyi maszkba, baseball sapkába, hogy senki nem ismer meg, állj be a sorba. Mondom, kösz, hogy végre kiszabadulok, ezt a feladatot adod, de hát ez van, majd megoldjuk. Jó van. Na, akkor holnap reggel, Tali, jó utat visszafele. Ügyesek legyetek, nem aztok. Jó van, cső. Na, mi pedig akkor gyorsan játszunk egyet, itt van a játékosunk, ha minden igaz. Halló, jó reggelt, Adri. Sziasztok! Hello, Adri, ciao, honnan hívtál minket? Haláltelekről, vagyis halásztelekről, bocsánat. Ez valami Freudi elszólás volt? Igen, csak hát igen. Haláltelek. Na jó van. Oké, Adi, és mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Egyetemista vagyok, és az idegösszeroppanás szénén állok. Na mi? Na. Nem kell bemenni, nincs egyetem. Nem hát de a távoktatás, meg hogy fú, ez az egész. Ja. Hát sok, már túl mács, hát már két hónapja mindenki itthon van. Hát igen, de te magaddal vitatkozol, hogy leülje tanulni, vagy nem képzeld, akinek gyereke van. Nálunk csak egy mindennapos harc. Neked csak magaddal kell összeveszni, hogy akarsz tanulni, vagy nem, mi a gyerekeinkkel vezetünk. Igen, odállok a tükörre, és így harcolok magammal, így mondom, hogy... Adri, légy szíves, ülj le tanulni. Nem, mondom, hogy ülj le tanulni nagyon. Hiányoznak már a többiek, mi? Hát az nem. Ja? Nem nagyon. Na, ez legalább őszinte volt. Hát most a tanulás hiányzik? Milyen egyetem ez? Jó, nem a tanulás hiányzik, csak ez az egész távoktatás, hogy nincs jó megszervezés, most már kell sok lenni. Hát nem, mert kényszer szült ezt a dolgot. Persze. Tudod, hogy rettegek, lassan tanulják a két jegyű osztást. Tudod, hogy be vagyok szarva tőle? Fogalmam sincs, hogy fogom elmagyarázni a gyereknek, hogy 102 vagy 64 osztva 13-mal, hogy az hogy jön ki maradékosan, hát ezt nem fogom tudni szerintem megcsinálni. Na figyelj, gyorsan három darab kérdés, jó? Mehetünk? Jó. Nem, ezek a kérdések. Jó. Oké. Okay. Mondj három állatot, aminek négy lába van, de nem ló. Madár, daru és gólya. Fecske. Mi? Fantva. Tehát mondj három állatot, aminek négy lába van, négy de nem mondtam, ló. Nem mondtad, fecske. Négy lába van, de nem ló. Istenem, nem, bölcsész. Fantva. A bűnnél, hányos? Mert a madár, azzal kezdtem, hogy madár. Madár. Aha. Mondj három állatot, hát... aminek négy lába van, de nem ló. Akkor egy kicsit helyesbítünk, vagy módosítunk. Mondjál egyetlen olyan madarat, aminek négy lába van. A fecskén meg a gólyán meglepődtem. A harmadikat már nem is hallottam. Hogy... Kettő meg kettő az négy. Abba igazad van, tényleg így van. Két madárnak már négy lába van. Így van. Na. Egy szerelmes gólyának már négy lába van. Egy fecskepárnak is. Így Istenem. Igen. Az egész bölcsészkar büszke most rá. Adri, valóban oda vagy kicsit, oda vagy. De nem baj, hát ez érezzük, hogy tényleg rottyom vagy. Nagyon jó, hát ez, nagyon jó. Hát és ők járnak volt, egyetemre a mi pénzünkből. Igen, de nem ló, madár. Mindegy, Anna, én megpróbáltam. Nyugtass meg, hogy fizetős, te fizeted a saját tanulásodat, nem mi vagy a szüleid, legalább ezt mondom. Ebben nyugtass meg, hogy... Mi? Annyit tudom, mert nem kell. Mi? 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 Mi?
Ösztöndíjas vagy? Vagy önerőből? Hát igen, ösztöndíjas voltam eddig a pontig. Hova jársz? Melyik ez az egyetem, ahol ennyire oktatják a diákokat? Hogy a Pázmány Péter. Pázmány, na, hát ott is esett a színvonal. És ott nem, ott ezek szerint nem követelmény a szövegértés. Jó, na stresszbe jó. Voltál, stresszbe voltál. Mondjuk na. Azt, hogy rá, fogd rá a stresszre. Hát izgultál. Hát na. Mire? Hát itt izé a vizsga előtt nem izgulok így, mint most. Hát persze, ráadásul olyan magasan van az a fecske, ki az is látja, hogy hány lába van. Na, nem, hát, hogy elrepül, hát most számoljam meg, érted? Hát, jönnek, mennek, bogaráznak. Elcsökevény esedett láb, nem? Röpköd ide-oda, hát ki az Isten na. Tudja, hány lába van. Ja, csapatban vannak, hát most főleg csapatban vannak, mennek, vándorol a kis se tudja, érted, hogy lehet, hogy nem is ugye, csak kicsi lábak rajta. Igen. Na. Besírok. Figyelj, van még egy-két éved a diplomáig, még azért tud zárkozni, tehát ne add fel, remélem, hogy még elsős vagy, vagy másodikos, harmadikos, tehát hogy még azért az utolsó két évben még azért sokat javulhatsz. Ó, Istenem, gyúrtam rá, végighallgattam, hogy öt adás, hogy akkor majd tudjam, hét másodszer lehet szerintem. Igen, haladszod, ja. És a lendületem. Abszolút, nagyon lendületesen jöttél, tehát nagyon toltad, nagyon jöttél. Istenem, jó volt. Jó van, Adri, figyelj, de a kedved jó, nekünk jobb kedvünk lett, vidám játékot fogjuk rá, az izgalomra térve. Jó? Semmi, hogy nincs. Hát örülök, hogy felvizítottam az országot így. Látod? Ezért jó a karantén, mire visszamész, már elfelejtik. Ma a véredet vennék. Hát tudni fogok négy állatot. Négy lábbal. Na, puszi. Na jó. Na, sziasztok. Ciao, ciao. Hello. Szia. Na. Ez gyönyörű volt. Érted. Ezért mondom, szakmát kell tanulni, nem egyetemre kell járni. Érted. Az asztalos, a kőműves, még hazám, itt kézében egyetemre mennek. Egyébként is gondolta valahogy így dübörög ez a Pázmány. Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait. Jani új villanyórát szereltett ma, és hát stresszbe jött már reggel, megpróbáltuk egy kicsit megvigasztalni, illetve meghallgattuk. Ha igen, már hogy ti szoktatok vigasztalni. Egy 7 éves tini dalát, a Segjukdalt, és arról beszélgettünk aztán, hogy hogy oldják meg az emberek a szexet, az együttlétet. A karanténban nagyon vicces SMS-ek jöttek. Jönnek a nap legjobb pillanatai már. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. De hogy abba gondolok bele, hogy megbontják a háznak a szigetelését, és ezt hogy fogjuk visszapucolni a főhomlokzaton? Nem, jó lesz az. Hát jó, hajtad. Úgy is akartad festeni is a házat, nem? Persze, lefeszted az egész házat. Hát ez nem akkora kunst. Mert 15-20 év múlva újra festenéd. Hát most kicsit előrébb hozott. Vagy fából csinálsz egy ilyen kis takaró valamit oda, érted? Olyan, mintha egy ilyen nagy ablak lenne a semmibe. Vagy felbetonozzuk. Vagy az is jó. Azt is szeretik a mesterek. Látásra. Megérkezett az évezred ötlete, olajos hordó a konyha közepére, azt lehet űzni a gasztronómiát, írja Barnabás. Így van, melegedtek is a kis kezecskédet, ott forgatod rajta a kis tofudat, megforgatod nyársad. Éjjel nappal barbecue. Szép lesz az. Kicsit húrnak, faragnak a mesterek, hát most mondjad nekem. Na, hát bármit rá tudsz kötni. Itt egy lyukacska, ott egy lyukacska, hamar megvan, az jön a nullás tápkábel, áthúzza rajta. Hamar meg vagyunk, mesterem, ne aggódjon főnököm, hamar meg vagyunk ezzel, nem lesz ebbi baj. És már át is fúrt egy vízcsövet. Igen, gond. De jó, tartsátok csak bennem a lelket. És úgy hagyják, mert 12-kor már új címük van, tehát úgy hagyják neked, bontva, nem átszerelve. Kedves Adon úr, minden rendben, megyek, csak kell pár speciális műanyag kábel tartó. Ennek 8000 darabja, de én szerzek 6000-ért. 30 darab kell. Után gyártod, de pont olyan jó, mint a gyári. A lyuk az megvan, kedves Adon úr, az meg jól sikerült. Csak a fal túloldalán, az a Rembrandt. Na, az nem érted úr. A Rembrandt. Higgyel, Adon úr, ezért rutin munka szokott lenni, de ilyen gyorsan egy egész hálózatot leolvadni még életemben nem látom. Nézd már, ég a ház! Sanyi, nem szúrtad át a nullás tápkábel, van, csináltam, ilyen gyors, ez nem tud leolvadni. Mit csináltam, mit fúrtál meg, mutasd. Ugyanezt mondták nekem is a mesterre, kedves Vadon úr, egy ilyen munkánál, ez benne van a pakliban. De sikültem neki. Köszi. Igen. Kedves Vadon úr, nincs semmi különös probléma, de most megyünk Paksra a kosaras autóért. Jó, de jók vagytok, de tényleg. Ide nagyobb szerszámkő, Vadon úr. Igen, kedves Vadon úr, Balázsra való tekintettel akár egy héten belül is végezhetünk. János, hát ezt a szép zöld gyepet is fölkeszedjük a földkábel miatt. Bizonyán. De még azért ez jól is elsülhet, szóval, hogy azért még akár. Ne temesd magad előre. Akár. Csak, nem csak az van, hogy ezen a házon egy valami egészen biztosan jól van megcsinálva ez a szigetelés. Na most miért ne hozz kell hozzá? Persze, ami egyébként tökéletes. Minden más, mivel esetleg egy pici, apró, kis probléma van, és talán még örülnénk is neki, hogyha hozzá kellene nyúlni, már akkor
ki lehetne cserélni. Nem. De végre szárba szökkenteted azon tervedet, amit már nagyon régóta szerettél volna, nekem igen. Mindig mondtad, hogy olyan Benetton zöld házat szeretnél kívülről, igen. Amit látsz vidéken sok helyen, hogy neked ez nagyon tetszik, pici narancsárga csikokkal, hogy végre a kútára megcsinálhatod. Hogy egy kis nagyon finom ez a mély zöld, pici narancsárgával, pici citromsárgával, jó lesz az. Hát ez, érted? Egy ilyen kis izével, gipstukkó kertetörpével ott a kertetbe előtte. Ez nincs az a baj. Jó kis fedőfesték, mindent megoldja. Jó, így van, ez a kettő. Igen. Jó. Kérdez egy hallgat, hogy a mágnest levetted? Ez nagyon fontos, nehogy aztán rajta kapjanak. Alulról kiszedted? Ami lassítja, mert mondtad ugye, hogy te tettél be, de hogy ezt kiszedted? Nehogy aztán most plombálják az órádat, érted? Kelten kellünk hozzá, akkor a mágnest raktunk be. Úgy. Érted, Kinizsi nem hajtott el ekkora malomkövet, mert akkor a mágnest te beraktál a villanyóra alá. Azt is ütkefúróval kell majd leszedni. Csak a mágnes levétele, 3-4 óra. Érted? Elmozdult az északi pólus, mikor felraktad a mágnest. Közelebb jött az Antarktisz. Így van. 2 centivel kimutatták a tudósok, hogy közelebb jött, mert akkor a mágnest raktál föl. Nem véletlen, hogy a homlokzatunk mellett van az összes berendezés, amiben fém van. Kitépi az ütvefúrót a csávó kezéből, hogy bejön a kertkapun. Puff! Érdekes ezek olyan nék, a merőkanalat, a harapófogót, mindent a falon tárolnak. Nagyon érdekesek egyébként. Az összes fémfedőt, a lábosokat, a merőkanalat. Nem valami kampon, vagy ott lóg valami, vagy valami eszköz. Nem, a falon van. Csak a falon van. 7 millióan nézték már meg. Azért ez egy komoly szám még Amerikában is. Tehát azért a titteres megtekintése 7 millió, az nagyon szép. Ez a dal. Ne ezzel lehet érteni szöveget. Ez a dal. Ennyi. Jó dal. Grammy-s. Ja, hogy ez? Kíváncsi vagyok, vajon mi lehet a segjukatban? Hogy? Kíváncsi vagyok, talán mi lehet a segjukatban? Mi lehet a segjukatban? Mi lehet a segjukatban? Énekli a kislány. A tudományos érdeklődés dolgozik benne, hogy vajon mi, hát miért ne lakhatnának ott mások? Valójában valami beakadt a kislánynak. Tehát nem lehet, hogy... Mi hogy van a segjukatban, mi van? Anyu esetleg egy asztronautával félrelépett a barna szalomban? Lehet, hogy anyukának viszonya volt egy asztronautával? De nem tudták, hogy a kislány többet látott a kelleténél. Valószínűleg ez lehetett. Hogy a kislány viszont 8 évesen már mindent látta, hogy természetellenes dolgok történnek mamával. Én azt gondolom, és hogy akkor örüljünk neki, hogy ő nem egy tehetséges festő. De ezt képzeld a szülők arcát, amikor így megérkezett a kislány. Nem? Akkor mondta apa a legendás mondatot, hogy Houston van egy kis problémánk. Houston volt a mama beceneve, tudod? Houston van egy kis problémánk. Itt áll a gyerek. A gyerek áll az ajtóban. Szóval, hogy ezzel most szerintem családok ezrei, tízezrei küldenek, ahol még rendszeresek az együttlétek, hogy hogyan tudod megoldani a karanténban azt, hogy együtt legyetek. Mit mondasz a gyereknek? Hogyan hazudsz? Milyen kedves dologgal altatod el? Mi van, ha este fölébred? Mi van, ha nem bírjátok ki estig? Hát 0-24-ben otthon van a gyerek. Azért ez a legtöbb háztartásban egy új szituáció. Nem? Óriási. Akik rá voltak állva, hogy egy rövid kis szexre délután, mielőtt a gyerek hazajön, egymásnak estek friss házasok, ugye? Hát azért az nem egy egyszerű történet, mert 10-12 év után már kimész kertészkedni. Ugye? Persze, hát akkor már tényleg inkább a sövény. Meg vagy. Tehát a heti 2-szer nagykádvízben fürdik a gyerek, azt nagyon szeretem. Igaz, hogy 16 éves és nagyon unja, de... Várja, és be van szappanozva a kád széle, hogy ne tudjon kimászni. Egyrészt. Apa, 3-4 órája itt ülök a vízbe, egy kicsit megyek már. Már a gumikacsa is fázik. Igen, apa, az összája is lilul. Igen, fél órája leengedtem a vizet, és nem tudok újat engedni. Kijöhetek már? Maradj még. Mi egy kicsit rafináltak voltunk, egy kétszintes házban lakunk, és a lányunk nagyon szeret az erre csörög adió játékot játszani. Ennek érdekében vettünk egy pár walkie-talkie-t, és mi abba beszélünk az alsó szinten huncutkodás közben, ő pedig az emeleten keres minket, a hangot hallva. Mekkora? Persze. Hagyja. Itt vagy. Erre csörög adi, erre meg a magyaró. Magyaró. Hippi. Hapacs! 1, 2! Na. Mi a zuhany alatt szexelünk, egyáltalán nem gyanús a gyerekeknek, mert én délután a feleségem meg esik. Hát a pecsebese. Nagyon jó. Nem feltűnő. Mama vagy papa mindig ott van. Hát ezt így is meg lehet oldani. Hát ki mondta, hogy ez egy közös buli, nem? Ja. Nincs ezzel baj.
Nálunk az együttlétek 4-5 havonta szoktak lenni, az utolsó pont a karantén előtt volt, így minket eddig még nem befolyásoltak. Délután általában a mi ágyunkban alszik a 3 éves gyerekünk, ezért mi az ő szobáját használtuk, amikor véletlenül ráfeküdtünk a szétszórt legókra, majd a feleségem beverte a fejét a gyerek hintába, az eléggé visszavett minket, 1,5 hét volt, mire kihevertük, azóta a gyerek a saját ágyában alszik délután. Ez Dani küldte nekünk. A férjem napi 3-szor szeretne, de minimum 1-szer. Ha nem jön össze, nem dobok el azonnal mindent és megyek, megsértődik, és 2 napig nem beszélünk. Ha igen lopott percénk vannak bezárkózva, 3 gyerekünk van 17 éve együtt. Mondja már meg a papa, mi a menü, mit teszik? Mennyire nyomasztó lehet egy nőnek? Szóval, hogy a nincs ember, aki azt mondja, hogy persze, drágám, megyek, szóval 17 év után napi 3. Én nem is a pasira vagyok kíváncsi most már, hanem az SMS írójára. Légy a Vibrando, lőj már magadból egy képet. 17 év után napi 3. 17 év után 3. Jézus, atya úristen. Mi csak 2-szer csináljuk, van hova fejlődnöm. Kapu király. Döbbenet. Balázsék! A Rádió Egyen! Na, gyerekek, hát jó SMS-ek jöttek, nagyon szerettük az őszinte SMS-eket, és igen, 3 hónappal ezelőtt csináltuk, úgyhogy minket még nem érint a karantén, írta Balázs. Hívjuk a nap hallgatóját, adás után figyeljen, ha valakinek megcsörren a telefon, annyit segítünk, hogy a Best of-ban benne volt a nap legjobb hallgatója, vagy a nap hallgatója SMS-ként, úgyhogy valakit nem sokára hívunk, de nem fér bele. Jó, mert hogy mennünk el, holnap jövünk, Feri visszatér, de holnap már csak adásban már nem lesz, mert hogy éppen tart újra Velence felé. Neked jó óra felújítás. Megy a svédáruházba. A listával, amit Béka összeállított neki. Sorba áll az ikába. Neked jó elműcserét. Köszönöm szépen. Arccal a nullás vezetékkel. Az elműt nem tudjuk lecserélni, sajnos az órát. El fog maradni óvi órát. Elmarad az óvi órát. Jó van, kicsim. Jó van, örülök. Mennek. Tessék? Kell a laptop. Akkor vegyél magadnak, kicsim. Na, itt vagyok, bocsánat. Állj most már saját lábra. Állj most már saját lábra, 5 éves vagy, most már menj a dolgot. Gyerekek, holnap jövünk, puszi nektek. Szevasztok. Ciao, ciao. Hello, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel!